Negyedik rész, a bába széki intelligencia. Vacsora Mravucsánéknál. Nem akarom szélesen elbeszélni, ami még következik. Csak a Krisztus ruháival történt meg a csoda, hogy együtt nőttek a gyermekkel. A kis paláska, melyet fiúcska korában viselt, ugyanaz volt, mely a Golgotára lépegető férfi Jézus tagjait vette. Azóta nincsenek többé ilyen palástok a szabók nagy örömére. Csak a regényíró keze alatt támadt némelykor hasonló csoda. A csekély szövet egy mellénykére való, kinyúlik tollukból egész végekre. De én nem szeretem ezt, és röviden végzek Mravucsáné vacsorájával, mely pedig kitűnő és ízletes volt. S ha akadt elégedetlen, az csak Madame Crisbé lehetett, aki az első tál ételnél, a fölséges bárány paprikásnál megégette a száját, fölkiáltván: jaj, harap oda benne a torkomban valami! Még kevésbé nyerte meg tetszését a másik étel, a túrós tepertős metét, melyet megizlelvén csúfintorral tette le a villáját. Ó, mondj, győ! Hiszen ez valami fölmetét vizes ruha! A szegény Mravucsáné oda volt bánatában, hogy semmiből se eszik. Milyen gyalázat ez nekem, óbégatott. Végre is előhordogatta neki a megmaradt befőtjeit, amikhez aztán derekasan hozzálátott, és amint lassan-lassan a gyomrával kibékült, kezdett a helyzettel megbarátkozni. Méltán, mert a helybéli luteránus lelkész, tiszteletes Rafanides Sámuel uram meg a kántor, Klempa Teofil mulattatták az asztalnál egyik balról, a másik jobbról, már a meghívásuk is így szólt: el kell jönniük, mert egy német fehérszemély leszen a vacsoránál, kit disztrahálni fognak, mármint szórakoztatni. De ki is tettek magukért csupa flancból, mindenik be akarván bizonyítani a szenátorok előtt, hogy mennyire járatos a német finom társalgásban. Madame Crisbé kellemesnek találta a szomszédait, kivált, amikor azt is megtudta, hogy tiszteletes Rafanides Sámuel uram házasulandó ember. Hogyan? Hát itt házasodni szoktak a papok? Tehát mégis jó országba jutott? A kántor csinosabb ember volt, de már házas és öregebb, intelligens, hosszúkás arca fényes, hosszú fekete szakába folytatódik, mely egész mellét befette, azon felül némi elmészség is megnyilvánult benne, de csak olyan formán szivárgott ki belőle, mint valami izzadmány, ahogy durva fatörzsből a mézga. Madame Crisbé sokszor elnevette magát egy-egy ötletes megjegyzésén, kár, hogy nem merte magát egészen átadni a kacagás ingernek, mert a torkát még egyre reszelte az az átkozott paprika, vagy talán csak a szörnyű visszaemlékezés rá. Neki-neki vörösödött, viassága arca, láthatóan igyekezett elfolytani a köhögést, ami amellett, hogy az öregség előírnöke még dísztelen is. Semmi az, biztattam Mravucsáné, csak bátran lelkem, köhögje ki magát, kuc-kuc-kuc. A köhögést és a szegénységet nem lehet eltitkolni. Hol tovább mind jobban érezte magát, mert a tiszteletesnek az az előnye is volt, hogy valamikor Münchenben járt iskolába, s apró anekdotákat tudott elmondani az ottani életről, ottani dialektusban, ami annyira tetszett a madámnak, mintha vajba füröztötték volna a lelki. Tiszteletes Rafanides Sámuel úr sehogy sem tartozott az unalmas, ájtatosságot szimuláló papok közé, s habár a híres bábaszéki tótmondás, melyet Klempa Teofil állított össze oly elmésen, hogy visszafelé olvasva is ugyanazon értelme van, Sedine Fare Rafanides, ül a parókián Rafanides, otthon a parókián üldögélő férfiúnak festi, éppen ellentéte volt a szedátus embereknek, örökké járt és kalandozott. Egy szóval jó vére volt, és már az előbbi eklézsiájából is, valahol Nógrád megyében, menyecske dolog miatt kellett távoznia. Mravucsáné tudja a históriát, még az illető asszonyt is ismeri, valami Bahó Mátyásné. Buta egy perszóna lehet, mert ő maga kottyantotta ki férje a főkurátor előtt a papa való viszonyát, és nem valami nagy szépség, mert Mravucsáné így nyilatkozott: szóró szóra. Bolond volt Rafanides ővele okvetetlenkedni, csúnya asszonytól ne kérjen az ember csókot, és szegénytől kölcsönt, mert mindjárt eldicsekszik vele. Így nyilatkozott Mravucsáné, igaz hozzátette, ha azonban valaki reám hivatkoznék, bizonyistán letagadott. Azért tehát én még azért se állhatok jót, hogy így nyilatkozott Mravucsáné, mert
nem tudnám bebizonyítani. De ez végre is mindegy. A száraz tény, hogy Madame Crisbé vidáman trécselte a szomszédjaival. A két nagy műveltségi férfiú jobb véleménybe sodorta országunk iránt. Valóságos szerencse, hogy tóltul nem tudott, nem hallhattam a közönségesebb társalgást, melyet bábaszék többi meghívott előkelőségei folytattak. Hiszen szó, ami szó, ezek is okos emberek, de a maguk módja szerint. A szép Veronka nem egyszer mosolyodott el tréfáikon, mert ő még nem hallotta, de a benszülöttek már mind ösmerték ezeket az asztal melletti elmészségeket. A gazdag mészáros kukucskapálnak szokását, hogy a pecsenyénél fölállt, s röfögő hangján imígy üríti a poharat önmagára. Az Isten éltesse a feleségem urát! A Stucker nótárius segédnek a ma százszor hallott rébuszát, melyet most 101-szer adott fel Veronka kisasszonynak, lehúzván állítólag vadászatba megsebesült kisujjáról a sebóvó kesztyújat. Miféle város ez, kisasszony? Az öltök tudná hirtelen eltalálni, hogy a kisúj szállás. Egyéb iránt a Stucker nótárius segédnek talán nem is fáj a kisújja, és alkalmasint soha nem is fájt. Csak azért hordja a kesztyújat, hogy a rébuszát elmondhassa a kisasszonyoknak. Voltak éppen Isten kísértés egy ilyen vacsorát akarni lefesteni, hiszen semmi nevezetes nem történik. Esznek, isznak, aztán hazamennek. Talán valami érdekes dologról beszélgetnek, dehogy. Ezer dibdábság merül fel. Isten ments azt nyomtatásba szedni. És mégis napokig fognak-e semmiségről beszélni bába széken, hogy Mravucsán uram kiöntött a vörösbort, amit végigfolyt az az abroszokon, és sózni kezdték, Knopka szenátor felkiáltott, húj, keresztelő lesz, komalmasszony! Mravucsákné természetesen elpirult, Veronka ellenben ártatlan arccal kérdezte, hogyan tudhatják ebből a keresztelőt? Vagy nagy liba még az a lányka, vagy már nagy színésznő? Hát tessék aztán neki felelni, mert olyan szende arca van, mint a Szizmáriáé lehetett rövidruhás leányka korában. Majd összenéztek, de szerencsére ott volt az Erdész neje, Sliminszki Vladimirné, ez a leleményes fejű asszony magyarázta meg ezt. Hát az úgy van, kisasszony, hogy a gólya, amely a gyermekeket szokta hozni, megjelenik elsődlegesen láthatatlanul, és ő löki fel intőjelül a poharat. Veronka elgondolkodott egy darabig, aztán hihetetlenül rázta meg szép fejét, mely körül az ártatlanság glóriája látszott lengeni. De hiszen láttam, hogy a tiszteletes úr döntötte fel a könyökével. Erre aztán nem tudott mit felelni Sliminszkiné, és rendes szokása szerint az urát ajnározta, babusgatta egész este. Vakad le a kövéret a libacombról, Vladin! Vladin bosszankodva ráncolta össze a homlokát, s a sovány nyakán sebesen mozgott ide-oda az az Ádám csutka, ami mindig annak a jele, hogy haragszik. De mikor azt szeretem legjobban. Mindegy, Vladin, nem engedem meg, az egészség az első. Vladin engedelmesen távolítja el a kövér részeket. Mit van a kabátod kigombolva? Nem érzed, hogy hűvös van? Tüstént gombolkozz be, Vladin. Az Erdész begombolódzik, és a teljesített kötelesség jól eső érzésével nyúl ismét a tál felé. Egy falatot se többet, Vladin, egy akkora se, mint ez a pöhöly, elég volt, nem szükséges birkákkal álmodni éjjel. Vladin engedelmesen leteszi a villát, és egy pohár vizet akar inni. Add ide előbb, kiált rá az asszonyság ijedten. Hadd nézzem meg, nem túlságosan hidege? Vladin átnyújtja a vizes poharat. Ihatsz pár kortyot. Elég langyos, de sokat ne igyál, mert az a sok locspocs nem jó a gyomrodba. Na, mi az, Vladin? Úgy iszol, mint egy szivárvány. Elég az Isten szerelmére. Szegény Vladimir, mártírja a hitvesi szeretetnek. 16 esztendeje áll ilyen soha meg nem szűnő gondozás alatt. S bármint erős férfi házasodott, azóta se beteg soha, mégis minden óráján várja a katasztrófát, mert a folytonos gyámolítás következtében a bolond lengyel maga is szentül hiszi, hogy egy levegő áram, vagy egy rossz falat. És vége van. Érzi, mindenütt érzi, hogy a természet ezer alakba ólálkodik körülötte gyilkos szándékkal. Vigyázz, Vladin, a kutya beletalál harapni a lábadba.
Az asztal alatt egy komondor rákcsál valami lehajított csonton, ott somfordálva a vendégek lába között, távolabb a macska bernyákol keservesen, mint azt mondaná, adjatok nekem is abból a sok ennivalóból. Az úgynevezett amabilis konfúzió kezd beállni. Mindenki beszél, mindenki másról, másfelé, a szenátorok megint rátérnek a közügyekre, az akasztott ember esetéből származott konfliktusra, Malavucsáné sopánkodik, hogy senki nem evett semmit, valóságos keserűség ül emiatt a becsületes egyszerű arcán. Nem a Teofil megoldozván nyelvét a vörösbor, miután Madame Crisbet úgyis a pap tartja szóval, felkiált, magára akarván vonni a közfigyelmet. Uraim, szenátorok, egy töredelmes vallomást teszek. Halljuk, miről? A kutyák öngyilkosságáról. Ez nevezetes kérdés, általános figyelem támad, még a papnak is abba kell hagynia a csevegést. Pszt, halljuk a kutyák öngyilkosságát. Egy idő óta ugyanis a környéken nagy szenzációt kezd okozni, hogy a Klempa kántor méhesében reggelenként egy-egy holt kutyát találnak, amelyik fegyverrel öngyilkosságot követel. Nem főbe, nem. Hát gerincen lövi magát. A gyilkos én vagyok, beszélik Lempa. Úgy szoktam eljárni, hogy a megtöltött puska csövét bedugom az üres mégköpű felső részébe, annak a belsejébe. A künmaradt felhúzott ravaszra madzagot kötök, azzal megkerülöm a puska fogantyúját, és áthúzván a madzagot a billentyű alatt hasonlóképpen bevezetem a kas belsejébe, egy darab húst kötve a madzag legvégére. A kutya odajön, megszagolja a húst, bedugja érte a fejét a köpű belsejébe, természetesen húzikálni kezdi fogaival a húst. Mire dörren a puska, bum, bekövetkezik a haláleset. Homéri kacaj fogadja a furfangos kutya halált, amiből Mravucsán vonja le a morált legelőbb. Az öngyilkosságok kétségen kívül sokfélék, de a legborzasztóbb lehet a szomjúság által előidézett öngyilkosság. Ígyunk, uraim! A poharak összekötsz annak a vidám csengésbe, egy hang vegyül. Ej, Vladim, Vladim! Ez a Slininskiné hangja, aki nem jó néven veszi, hogy Vladim is a pohárhoz nyúlt. Tőle viszont nem jó néven veszi Mokri a Stukker jegyzősegét, úgy tacára az érdekfeszítő témának, amelyel mulattatta, figyelmével örökké a férjöncsünk. Megállt az az erős szivar, Vladin. Tedd le már! Néhány szippantás is elég lehetett már. Sok apró cseprő dolgom volt tetejében, még ezt a ruhát is hazahoztam a kecskétül, ami most rajtam van. Csodálattal vegyes gyönyörűséggel nézett végig sötétkék új ruháján, ki tudja már hányadszor ma este. Csinos ruha, hol vette? Mérték után csináltattam a Kléner szabónál, tulajdon testemre szabták. Hogy volt? Gácsi posztó ám, ez olyan erős, hogy a víz se hat át rajta. Nappal kellene megnézni. Hazám, de vajon sokba került-e? Felelgette a lengyel menyecske szórakozottan. Láttam az érintetlen posztó véget, rajta volt még a sárga kezdődése is. Ott voltam, amikor szabták. Na, valami különös játéka van a napsugarak mellett. Jó, de az árát kérdeztem. Azonban nehéz volt Mokrit a maga vágányából kicsökkenteni. Mikor ő az új ruhájáról beszélhetett, a Klénernek van egy szabásza, valami Kupek nevű, azelőtt Bécsbe szabott valamely udvari szabónál, ez a Kupek így szólt hozzám, ne sajnálja a pénzt, Mokri úr, mert ez olyan szövet, hogy a bőr is elbújhat előle. Na, pincsa meg, Erdészné asszony. Na, puha, akár a sejem. Vladim fiacskám, jó volna, ha helyet cseréni velem. Ott könnyen ér a léghúzat, amikor az ajtót kinyitják. No, itt vágsz olyan dacos fancsali arcot. Talán bizony ellenkezel vele? 1, 2, 3, ülj át, Vladim! A szeretett mártírja helyet cserél a feleségével, és most már Sliminskiné a másik oldalra kerül, igen, a fiatal Vibra ügyvéd mellé, aki főleg Veronkával van elfoglalva. A Bakfisnek is bezzeg, mintha a nyelvét vágták volna fel, úgy elcsacsog a Gyurival. A híres okos ember, akiről azt mondják, hogy Besterce bájnak követel ezt valamikor, olyan feszült érdeklődése hallgatja, mintha egy püspök beszélne. A világért se venné le róla szemét. Csupán akkor egy pillanatra, ha Veronka veti rá a magáét. Halkan beszélgetnek, azt hinni az ember, hogy tudja Isten milyen főben járó dologról, pedig merő bolondságról folyt a szó.
Úgy mit szokott Veronka csinálni napközben? Hát olvas, sétál. Ebből kisarjadzik a másik kérdés, hogy mit olvas? Hol sétál? Veronka elmondja a könyveket. Azokat mind elolvasta a Gyuri is, és kezdik felemlegetni a regények hőseit, mint közös ismerőseiket. Elemért, a Sast, Berend Ivánt, Ankerschmidt Erzsikét, Béldi Arankát. Bizony nagy csacsi volt az a Béldi pál, hogy nem fogadta el a fejedelemséget. De hát, ha mégis jót tette, mert ha elfogadja, miből támad akkor a szép regény? Majd Glogova után kérdezősködik az ügyvéd, hogy unalmas-e nagyon? Veronka csodálkozva emeli rá sötét kék szemét. Hogy volna Glogova unalmas? Mint ha azt kérdezné valami tudatlan ember, hogy unalmas-e Párizs? Van-e Glogován erdő? De még milyen erdő van? Szokott-e arra kijárni? Szoktam bizony is. És nem fél? Mitől? Hát tudja, az erdőnek vannak néha olyan lakói, ahol a mi erdőink lakói ellenkezőleg tőlem félnek. Ugyan magától is lehet félni. Mert én fogdosom őket, a zsiványokat, ugyan menjen. Mindjárt a kezére jutok, ha ilyet mond. Isten, no, itt a kezem. Majd, ha még egyszer olyat mond, én a lepkéket fogdosom az erdőben. Vannak szép lepkék. Diákkoromban nekem is volt gyűjteményem, még most is van néhány példány, de már erre elfogta a Veronkát és a dicsekedési vágy. Ha az én gyűjteményemet látnál, van abban már minden. Gyász, palást, admirál, papmacska, Apolló. Kár, hogy az Apollónak el van hasadva az egyik szárnya. Hát, hébéje van-e? Van, pedig olyan nagy, mint a tenyerem. Nagy is a maga tenyere. Mutassa. Veronka kitette a tenyerét az abroszra. Bizony csöppecske volt, de olyan finom fehér, mintha valami rózsából lenne lehasító egy szirom. Van egy öles a Liliputia országában, jegyzi meg az ügyvéd enyelgő hangon. Elkapár egy upaszálat, csintalanul mérni kezdte vele a szélességét. Mérés közben vigyázatlanul hozzáért a saját ujjaival, mire a bakfis összerezzent, visszahúzta kezét, és a vér az arcába szökött. Nagy hőség van, mondá folytott hangon, a tenyerét kigyúlt arcához tapasztva, mintha csak azért rántotta volna vissza. Valóban átmelegedett a szoba, ragadta meg a szót, Sliminskiné. Gombolt ki a kabátodat, Vladin! Vladin fújt egyet, és kigombolta a kabátját. Veronka pedig visszatért a lepkéjéhez. Valóságos sportom a lepkefogás. Olyan lehet, mint mikor a férfiak a vadat űzik. Én is lelkesedem a lepkékért, bizonykodik Gyuri. Mert csak azok csak egyszer szeretnek. Ó, én másért szeretem őket. Csak talán nem azért, hogy bajuszuk van, Veronka durcásan fordította el a fejét. Libra úr maga, kiállhatatlan kezd lenni. Köszönöm a vallomást. Miféle vallomást? Hát azt, hogy kiállhatatlan kezdek lenni. Következésképpen eddig nem voltam az. Aha, itt vanni. Ez az a bizonyos prókátori fogás. Olyas valamit belemagyarázni valakinek a szavaiba, amit az nem mondott. Magával veszedelmes beszélni, tudja? Egy szót se szólok többet. Gyuri könyörögve tette össze kezeit. Nem teszem többet, soha többet, csak beszéljen. Komolyan érdeklik a lepkék? Becsületemre mondom, az oroszlánok, a tigrisek se érdekelnek e percben annyira, mint a lepkék. Lássa, a lepkék olyan szépek, mint valami gyönyörűen felöltözött asszonyok. Milyen ízléses összekeveredés a színeknek. Én úgy nézem a szárnyaikat, mintha meg annyi mintázott szövet lenne. Vegyük például a hébét, a fekete-piros alsó szárnyai nem pompásan illenek-e a sárga-kékes felsőköz? Éppen olyan fölséges összhang van a papmacska tarkabarkaságában, amilyen ünnepélyes komoly hangulat a gyászpalás, kékpettyes, sárga-szegélyes, barna toalettjén. Higgye meg, hogy a híres párizsi Vorsz is eljöhetne az erdőre, a pillangóktól tanulni az öltözködés művészetét. Lassabban, lassabban, Vladin! Kiállt a percben Sliminskinél. Hány tüdőd van? A helyi levelekre elég 3 krajcáros márkát ragasztani. Sliminski Vladimir ugyanis fajka szenátorral bocsátkozott vitatkozásba arról az aktuális témáról, hogy mi lenne, ha az embereknél a hallás érzéke hiányoznék. Olyan hangosan feleselének e felett, hogy a szeretőhitves nem állhatta Vladin tüdejének ezt a fölösleges pocsékolását rendre utasító szózat nélkül hagyni.
Egymás mellett ülnek, és mégis kiabálnak. Zsörtölődik nagy fejcsóválással, mintha 15 krajcáros márkát ragasztanának helybeli levelekre. Ó, Istenem, Istenem, mikor lesz már egészen okos az emberiség? Epecben fölemelkedett Konopka szenátor, és felköszönti a házigazdát, bábaszék a regenerátorát, teljesen olyan vékony reszelős hangon, amilyen a Mravucsáné volt. Szinte azt lehetett volna hinni, hogy valaki a szemét behunja, hogy maga Mravucsán dicsőíti önmagát, ami zajos derültséget okozott. Erre aztán felugrott Mravucsán, és visszaállott a poharával Konopkára. Éppen azon mozdulatokkal, grimaszokkal és szempislogásokkal, amint Konopka szokott beszélni. Ezen is nagyot nevettek, pedig ilyen formán csinálják ezt a királyok kismidőn udvariasságból egymás ruhájába jelennek meg, de azokon senki nem ber nevetni. A tóztok most nagy szaporaságban eredtek meg. Fölszabadítottad láncaikról a kutyákat, súgta Konopkának Fajka. Mokri a háziasszonyt értette, Mravucsán újból felállt, a felesége és a maga nevében a vendég koszorúért ívott. Köszönetet mondván szíves megjelenésükért, megjegyzi, hogy a meghívottak közül csak az egy müncné nem jöhetett, mert belejött este felé a lábába a köszvény, nem csoda. Sokat csötlött botlott ma vásár idején a szegény öregasszony. Ürüti poharát, bábaszék távol levő zsidóasszonyáért. Zajos, lelkes éhenzést támadt, melynek lecsillapultával Sliminszky Vladimir kiáltott fel. Most már én teszem le a garast! Vladin, ne beszélj! Intette le a neje. Ne beszélj! Át a tüdődnek a hangos beszéd. De Vladinnal nem lehetett most bírni. Mindenre képes az ember a papucs ereje alatt. Begombolkozik, kigombolkozik, nem eszik, nem iszik, de hogy valaki a benne lévő tóztot el ne mondja, ekkor engedelmesség ismeretlen a magyarországi análékban. Emelem poharam, uraim, a legszebb virágszár ebben a társaságban, Urunk Jézus Krisztus hugocskájára, az ártatlanság bárányára, ki ott Isten csodát művet mondván a szolgájának, eredj hamar, Péter, ne hagyd a kicsikét megázni, éjjel sokáig béjj, Veronka kisasszony! Veronka piros lett, mint a bíbor, kivált, mikor a vendégek felugráltak, és oda mentek rendre kezet csókolni. Némelyik le is térdelt előtte, ha a vallásos Mravucsánné pedig lehajolt a földig, és a szoknyája szegélyét érinti ajkaival. Gyuri először azt hitte a bolondos epitetónok hatására, hogy az erdész őrült meg, de most az egész társaságot látván megbolondulni, csodálkozással vegyes zavar is valami különös kényelmetlenségi érzet lepte meg. Miféle csodatételről beszélt a kedves férje? Szólt Sliminszkynéhez fordulva. Sliminszkyné összecsapta a kezeit. Hogyan? Hát ön nem tudja, igazán nem tudja, de ez lehetetlen. Megvan az már nyomtatásban és a tót versekben. Mi van meg nyomtatásban? Hát az esernyő története. Vladin, nagyon kimelegettél, olyan vagy, mint a rák, izzadsz is. Ne adjam oda a legyezőmet. Miféle esernyői? Sürgeti az ügyvéd türelmetlenül. Hát no, az érdekes, hogy maga semmit se hallott erről. Hát az úgy történt, hogy amikor a szép szomszédnője kicsi gyerek volt, egy kosárba künfelejtették valahol a paplak udvarán, testvérbátyja, a glogovai pap bement imádkozott a templomba, nagy vihartámat és felhőszakadás, ez alatt a vékony dongájú gyerek bele is halt volna, tüdőgyulladás kap, vagy mit tudom én? Vagy mit tudom én, milyen baja eshetik, ha csoda nem lép közbe. Honnan jött, honnan nem jött, egy ősz ember termett ott, mintha csak a mennyből pottyant, Isten küldöttje lenne, egy esernyőt borított a lányka fölé. Az én esernyőmet! Tört ki az ügyvédből önkéntelen. Mit? Semmi, semmi. A vér sebesen nyargalt erejében, szíve hangosan dobogott, kezeivel türelmetlenül kalimpált a levegőben, el annyira, hogy ő is feldöntötte a poharát. Keresztelő, még egy keresztelő! Újjongtak vidáman szerte. A bortócsa Sliminszkyné felé vette folyását. Gratulálok, erdészni asszony! Ingelkedett a tiszteletes Rafanides úr. Sliminszkyné lesütötte szemeit. Nem igaz, rebegte szégyenlősen. Ugye, Vladin? De az ügyvéd nem hagyta, hogy újonnan felmerült sületlenségek fölfalják az ő nagy témáját, amelyen dolgozott. Közelebb húzta székét a menyecskéhez.
Hát aztán? Lihegte lázasan, izgatottan. Az őszember eltűnt, köd előtte, köd utána, nem maradt semmi nyoma. Akik egy perce látták, felismerték benne a nagy szakállú Szent Pétert. A műzsidó volt. Mondott valamit? Gyuri ajkaiba harapott, restelte magát, hogy ismét hangosan gondolkodott. Semmi, semmi, folytassa kérem. Nos, Szent Péter tehát eltűnt, de az esernyő ott maradt, és megvan? Kérdi mond. De megám, úgy őrzik azt a glogovai templomban, mint egy kincset. Hála Istennek! Nagy lélegzetet vett, mint akinek a szívéről mázsás teher esik le, gyöngyöző homlokát megtörült a zsebkendőjével. Megvan, motyogta, és meretten nézett a levegőbe. Azt hitte leszédül a székről. Minden tudott, s a nagy szerencse egyszerre összemorzsolta. Valami merevedést érzett a nyakcsigolyáján, és szorongatást a szíve körül, lankasztó búgást támadt körülötte a levegőben, és kié most az esernyő a templomé? Tudakot a gépésem. Lehet még a magáé is, csintalankodik a menyecske. Veronka magával viszi a férjéhez, így mondta nekem egyszer a glogovai tisztelendő úr. Az esernyő a hugomé, ha ugyan oda nem ajándékozza férjhez menetelkor a templomnak. Nem, nem, rázta fejét az ügyvéd, zavart tekintetét körüljártatva, tétován, mintha nem lenne teljesen eszénél. Nem engedem. Azaz, mit beszélek? Igen, igen, miről is van csak szó? Borzasztó melegem van, mindjárt megfulok. Rabocsánról kérem, nem lehetne egy kicsit kinyitni az ablakot? Hát dehogy ne. Rabocsán az ablakhoz futott. Gombold be a kabátodat, Vladin! Hűs tavaszéi levegő ömlött be az ablakon, egy pajkos széláram bolondjában egyszerre eloltotta mind a két gyertyát. Szabad a sok! Kiáltá a kujon, Klempa a nagy sötétségben. Az ablakba egy orgonák hajlott be a kertből, gazdag virág fürtjeitől, szerelemre ingerlő illattal telt meg a szoba, cserébe a kitoltuló szivarfüstért. Madame Crisbé felsikoltott, hihetőleg a sötétségtől megijedve, de a sejma Klempa igyekezett az ártatlan körülményt elhasználni egy gonosz közbeszólásra. Becsületemre mondom, nem én voltam. Rejtelmes vihogás támadt körös körül, a sötétben különben is rejtelmesebbek az elnyomott félkacajok. Sliminskiné ellenben demonstrálni akarván addig is, míg a gyertyákat meggyújtják, hogy ő fölülláll az ilyen bárdolatlan érceken, elfogulatlanul folytatta az esernyő történetét, amivel egyszer mint azt is bebizonyította, hogy beszél a szájával, tehát semmi másra nem használja. Szép kis legenda ez, Vibra úr. Tessék elhinni, én nem vagyok hiszékeny asszony, azon felül luteránusok vagyunk, ám bár nem szokás ezt bevallani, de ez mégis igen szép legenda, az esernyő igazi csoda dolog. A betegek meggyógyulnak, alája lépnek, egy halott feltámad, akit az esernyő érintett, nyilva csúfálja a fejét, ez így van. Magam is ismertem azt az embert, még ma is él, és általában megfoghatatlan, hogy mi minden történt ebben az esernyővel, maga az, hogy szerencsét és nagy gazdagságot hozott a glogovai paplakra. Rémítő gyanú fogta Gyurit, amint újra meggyúltak a gyertyák nagy lobogással, látni lehetett, hogy olyan sápat az arca, mint egy halotté. Gazdag a pap? Kérdi halkan, kísértetésen villogó szemekkel. Nagyon gazdag, felte Sliminskiné. Még közelebb hajolt hozzá, hirtelen megragadta a kezét görcsösen. Sliminskiné nem tudta, mire vegye. Na, legalább előbb tette volna, értené, de most már égnek a gyertyák. Ugye, talált valamit az esernyőben? Szólt erre, lihegve. Sliminskiné negédesen vonogatta a csipkebetéten keresztül kicsillanó fehér vállát. Hely, ugyan, mi lehetne egy esernyőben? Nem katlan az, vagy vasas láda, hanem messze vidékre odajárnak, vagy 14 év óta házasulandó párok, és az esernyő alatt egybekelnek, és fizetnek gazdagon. Aztán amennyi vagyonos beteg és halott van a Bielavoda mentén, a Szitnyától egészen Krivánig, azokat mind a glogovai pap gyontatja halálos ágyukon, és temeti holtuk után az esernyőjével. Veronka, akinek Ravucsánné mutogatta be a hímzett abroszait, meg a fölséges lenvásznát, csak most kezdte észrevenni férfivel, hogy a szomszédjai miről tárgyalnak. Ha mi esernyőnkről beszélnek? Kérde elfogadatlanul, kedvesen a széken himbálózva. Gyuri és Sliminskiné összerezzentek.
Igen, kisasszony, mondta az erdésznél némi zavarral. Gyuri gúnyosan mosolygott. Nos, kérdé Veronka, ön látom, nem is hiszi. Nem. Haha, mondta a lányka egy szemmerhányó tekintettel, és miért? Mert semmi ostobaságot se hiszek el is, mert itt nagy dolgot akart kikottyantani, de szavait úgy szólván elmetszette az a sértődés, megriadás, mely a lányka egész valójából látszott. Összehúzta magát, mint a madár, ha egy tollát kitépik, csöndesen elfordította a fejét, és hallgatókon bámult a tányérjára, melyben a klenóci osztyepka lehámozott haja zöldelt. Gyuri is elnémult, pedig úgy csiklandozta, úgy ösztökélte valami, hogy ugorjék fel, és kiáltsa ki, gazdag vagyok, úr lettem, amaz esernyő nyelében vannak elrejtve a kincseim! Különös az, ha nagy szerencse éri az embert, hogy az első vágya, mert vágya még mindig marad, ha minden vágya betelt is, a közlés. Harsonákat szeretném megfúvatni. Heroldok kiáltsák ki a nagy esetet, hallja az egész világ. De ha ilyen az első érzés, a második már a kételyé. A legnagyobb szerencse mögött is ott ólálkodik a barázdán egy árnyék, egy kellemetlen hátha. Gyuri is látott még ilyet. Hogy néz ki az a bizonyos esernyő, kisasszony? Veronka elvigyeztette ajkait, mintha nem tartaná érdemesnek ebben a tárgyban szóba állni a kérdezővel. Bizony nem valami különös, szólt aztán vontatott hangon. Színágyott piros kelmel, mintha ezeresztendős lenne, folt is van rajta, nem tudom hány. Az alján körös körül apró zöld virágok? Látta? Nem, csak kérdezem. Igen, virágok vannak az alján. Szabad megnézni? Hát természetesen. Megnézi? Hisz azért megyek Logovára. Azért? Hogy értsem azt, ha nem hiszi az eredetét? Éppen azért. Ha hinném, el nem mennék. Maga rossz ember. Pogány. Elhúzta kise a székét Gyuri mellől, amitől az láthatólag megilletődött, elkomorodott. Megsértettem? Kérdés szelíden bűnbánattal. Nem, nem, csak megijesztett. S gyönyörű ovál arca csalódást fejezett ki. Hát inkább mindent elhiszek, csak ne féljen tőlem. Veronka ajka körül mosoly suhant el. Détek is volna nem hinni, vágott közbe Sliminskiné. Nem babona ez, megtörtént, bebizonyítható tények ezek, aki nem hiszi, semmibe se hisz. Vagy igazak a Krisztus csodatételei, és akkor ez is igaz lehet, vagy... De már nem fejezhette be, mert Madame Crisbé asztalt bontott, kijelentően, hogy fáradt, aludni megy, mire mindjárt felállottak, és Bravucsáni elvezette őt is, Veronkát is az udvarba nyíló két szobácskába. Gyuri az ajtónál oda settenkedett Veronkához, aki őnek is jó éjt biccentett a fejével. Korán indulunk reggel? Kérdé. Pajkos engedelmességgel hajtotta meg magát, féloldalt görbítve hófehér nyakát, mintha el volna törve. Amint parancsolja, Tamás út. Gyuri elértette a Tamás szót, és tréfásan viszonzá. Minden attól függ, hogy meddig alusznak a szentek. Veronka visszafordult a pitvarból, morcos arcot vágott, összeszorította a kis öklét, úgy fenyegette meg vele parasztosan Gyurit. Na megálljon! Gyuri szeme rajta veszett, hiszen olyan szép volt. Úgy illett az a fenyegető ököl a hamisnak. Ezt csinálják utána a szentek, ha tudják. Nem sokára hazaindultak Sliminskijék is. Bravucsán lámpásos embert rendelt nekik, mert nem volt holdvilág. Sliminskiné beburkolta Vladint egy tavaszi felöltőbe, afölé még egy köpenyeget akasztott, nyakát gyapjas nagykendőbe csavarta, és miközben meghagyta neki, hogy künt csak az orrán át vegyen lélegzetet, ráért Gyurival is csevegni. Valóban gyönyörű legenda az, engem legalább nagyon meghat. Ó, szegény legendák, felelte Gyuri, ha ráfújna az ember egy-egy ilyen szép legendára, s lefújná róla az aranyzománcot, a szent illatot, a titokzatosság füstjét, milyen furcsa, igénytelen valóság maradna az alján. Hát nem kell ráfújni, mondta az asszony. Gyűjt fel a köpenyed, galériát, Vladin! Az ügyvéd elgondolkodott. Talán igaza van, gyünnyögi elmerengő tekintettel.
Kisváltatva Gyuri is megkívánta az alvást, vagy a magányt, és kérte Rabucsánét, jelöljön ki neki fekvőhelyet. Hát, elment a mágnes, dobta a jegyzősegéd. Alig, hogy betette maga után az ajtót, Kukucska mészáros vígan felkurjantott. Elhúrt a férgese! Levette a kabátját, felgyűrte duhaj módon a lovogós ingét, egy tetovírozott ökörfejet lehetett látni a mesztelen balkarján, aztán hamiskásan odakacsintott Mravucsánnak. Városbíró uram, elértél a dolgot? Igaz, igaz, bizonygatta sugárzó arccal. Nem lehet anélkül lefeküdni, hogy az ember ne tegyen próbát. Szeretik-e még az asszonyok? Ezzel kihúzott az almáriumból egy fiókot, a fiókból pedig kivett egy papli kártyát. A kártyával ugye hiányzott a zöld alsó, de ez éppensége nem zavarta a bábaszéki intelligenciát. Már a múltkor is így játszották a preferálcot. Az utolsónak kevesebb jutván egy kártyával az osztásnál, amely azonban képzeletben mégis nekijutott, és mint szellemi kártya szerepelt a játéknál. Ha zöld volt híváson, az utolsó képzeletbe adta az ütésre a zöld alsót, mondván, rajta van a szellemi alsó. Némelykor ütött is vele, kiváltva zöld volt a tromb. Ma azonban tekintettel a hiányzó kártyára egy kis parás ferbli kerekedett, mely jó éjfél utánig eltartott. A szenátorok játszottak, a mészáros meg a tiszteletes úr, a segédjegyző a kvaterkát hordta, a pénztelen klempa mindenütt a kántor a legszegénye. Parlagon könyökölt hol itt, hol ott, mert egyik helyről a másikra kergették azon a címen, hogy pehes gibic, ami alapjában igen lehangoló és elkeserítő titulus, de mégsem becsületsértő. Költözött, vándorolt a szegény klempa játékostól játékoshoz, míg végre a mészáros és a tiszteletes úr közötti asztal csücskön lehajtál lankat fejét, és elaludt. Hosszú, tömött szakála szolgálván állának vánkosául. De egyszer s mint kellemetlen jövőt teremtett számára, mert a gézengusz Kukucska pál azt indítványozzá széles kedvében, mikor egy nagy zsinót behúzott, hogy a klempa szakállát pecsételjék le az asztalhoz. Fölséges lesz, ha majd fölriad, és nem eheti az asztal. Nosza mohón kaptak a finom gondolaton, Mokri tartotta a gyertyát, Kukucska viszont a viat csöpögtette rá, vagy három helyen a szakállára, maga Mravucsán pedig a pecsét gyűrűjével oda nyomta az asztalhoz. Nem hiszen lesz ebből nagy parádé. Más, de szintén nem valami nagyon nevezetes epizódok is történtek. Madame Crisbé, akit a saját szobájába szállásolt, Mravucsánné, nem mert befeküdni a dunyha tengerbe, attól félt, hogy belesüpped és megfullad. Minden áron paplant kíván. Mravucsánnénak nem volt. Leleményes angol ésszel azonban elhozta az ura nagy szőrű bundáját, és ráterítette a madámra, amitől az úgy megijedt, hogy migrént kapott. Egész éjjel tormát kellett a halántékára rakni. A Veronkának más kellemetlensége esett, amit magára maradt a Mravucsánház legszebb szobájába, bereteszelte belülről az ajtót, hogy senki se nézhessen be a kulcslukon. Egy mantillát akasztott a kirincsre, befüggönyözte a kis ablakot, mely az udvarra nyílt, azután hozzáfogott a vetkőzéshez, kibontotta elő mellénykéjét, egyik kapucsa másik után engedett, mire engedelmeskedtek a halcsontok is, visszaadván a mell és a derék igazi formáit, százszor szebbeket a sejtetteknél. Az utolsó kapocs is pattant, mely a felső szoknyát tartotta, megszorítván a csípők felett, és erre a virágos, fodoros rokolyácska kezdett alácsúszni, mintha a rózsabimbóról lehasadozik az íris zöld burkolat. Hult-hult a szoknyácska lefelé, súrolva vakító fehér alsó szoknyáját, már-már annak a zsinórját is meghúzta volna, mert az alsó szoknya nem volt bekapcsolva, de felkötve, midőn rémülve veszi észre, hogy két apró veres szem van rámeredve. Egy kis iromba cica jött ki az ágy alól. Az nézte, de úgy nézte, olyan nagyon nézte, kíváncsian, érdeklődéssel, mint egy macskává elátkozott királyfi lenne. Veronka ilyetten kapott a széteresztett mellényéhez, hirtelen lehajolt, s a másik kezével felrántotta újra a lecsúszott szoknyáját.
melyből már éppen ki akart volna lépni, miközben majd csengő, majd parancsoló hangon korholta, riasztotta a macskát. Mars, cica! Csúnya, cica! Ne nézz ide, cica! A bakfis szégyenkezett levetkőzni a macska előtt. Újra felöltözött egész rendesen, és próbálta a macskát kikergetni, de az elbújt a bútorok mögött, felugrott a szekrények tetejébe, hiába volt a kergetőzés vele. Nem lehetett a szobából kitúrni. Ravucsáné asszony figyelmes lett az örejére, átszólt a szomszéd szobából. Mi baj a kisasszonykám? Nem tudom kikergetni a macskát, Ravucsán néni. Hát semmi a szívecském, ha benn marad is. Jó ártatlan állat, de mikor lát? Felelte Veronka szorongva. Eloltotta most a gyertyavilágot, sötétben akart vetkőzni, de a fránya macska megint kijött a szoba közepére, és szemei még jobban villogtak a homályban. No, megállj, kíváncsi cudar, mindjárt kifogok én rajtad. Barikádot csinált a székekből, se barikád mögött, mintha a várában lenne, melyben nem lehet belátni, az ágy szélére ülve, keresztbe rakta lábacskáit, mindenek előtt kifűzvén a cipellőjét, kip-kop, koppant az egyik topán, amit lehúzta és a padlóra ejtette, kip-kop, koppant a másik is. No bizony, imponált is a macskának a székes vár. Tip-top, egyet ugrott, kinyújtózott testtel, s ott volt a slinged, abrosszal beterített mosdóasztalkán. Tip-top, még egyet ugrott, s ott volt a Veronka ágyán, a vánkos a közepén. Ha nem hiszed, nem jó közel jönni? Itt vagy most már, macska koma? Hamar csak hol van egy kendő? Majd adok én neked nézelődni, mikor a lányok vetkőznek. Tudod-e, hogy az nem illik, cicuska? Talált egy vastag gyapott kendőt, bekötötte vele a macska fejét, két rét a szemetáján, most lássál már, na, ha tudsz. Így kezdte el újra a vetkőzés. Az éj tanácsot ad. Míg bohókás apróságok foglalták el a fehér népeket, és míg Klempa úr lepecsételt szakállal aludt az igazak álmát, senki nem álmodhat szebbeket, mint egy szendergő gibic, addig Vibra György gondolatokba merülve virrasztott, levetkőzött, lefeküdt, de nem aludt. Az ő levetkőzése, nem értóztassanak megijedni, nem lesz leírva részletesen, mert az megbotránkoztató jelenet a művelt emberi fogalmakban, hogy miért? Hát, tudom is én. Csúnya, tehát leírhatatlan. A nő levetkőzésében poézis van. Ha jól van írva, a női test finom, bolondító illatát érzi ki a betűkből az olvasó, a nyomdafesték helyett. De egy férfi levetkőzése, fúj, említeni sem merészelem. A szoknyához akár ódát, ditirambot szabad írni, de a nadrágnak kimondhatatlan a neve is. És miért? Hát, Isten tudja, és mit bizonyít? Talán az, hogy a férfi inesztétikusabb teremtmény a nőnél. Alkalma sincs csak azt, hogy aki az illőt és illetlen kigondolta, nagy szamár volt. De végre is rosszabb dolog ennél, hogy hősünk nem aludott. Nem a gyomra volt megterhelve a Ravucsáné ételeitől, hanem a lelke, agyveleje telt meg a mai nagy eseménnyel. Mint alaptalan zűrzavar kóvágott a fejében a sok mindenféle benyomás. Néhány óra alatt, mintha néhány esztendőt élt volna át. Szent Isten, milyen réges-régen volt még, amikor a Münzné padlásán kereste az esernyőt, most végre megkerült. Gondviselés szerűen bukkant rá, az Isten egy angyalra bízta. Itt az esernyőről az angyalra siklott át az esze. Csinos kis jószágnak kell adni. Egy csöppet se kellemetlen, pedig ezek a többi kisasszonyok, akik a kamasz évekbe járnak, feszesek, élettelenek, mesterkértek, nincsen bennük semmi természetes. Veronka kivétel, Veronka helyes kis bakfis, és mintha rokon szenvezne is vele egy kicsit. Visszaidézte elejétől fogva minden szavát, úgy szólva minden mozdulatát, mely ránézve kedvező volt, és újra meg újra átélvezte, hát csak még több méz volt benne, most hogy harmadszorra vagy negyedszerre, de amint ment a színes fonalon visszafelé, összerakva mosolyt, elejtett szót, meglágyult hangot, önfelett pillantást, ösztönszerű taglejtés is, milyen édes gyűjtemény volt ez. Hát talált közte közönyt, hidegséget is, elcsüggetten, mint egy erőszakkal, áthajította magát az ábrándozás palánkján, a színarany valóságba.
az esernyőhöz. Bizony szerencsésnek érezheti magát, és nem szükség tacskó leányzók életlenségeit találgatni. Úgy éli majd a napjait, mint egy herceg, eljárt télen át Budapestre vagy a Rivérára, nyáron át Ostendébe, Monakóba. Szóval nagy úr lesz, aki oda se néz holni papugoknak. No, csak mindig visszatért a gondolata ahhoz a fityi-ricsi Veronkához. Álom nem jött a szemhéjaira, hogy is lehetne most aludni? Úgy röpködtek előtte a szebbnél szebb élettervek, mint a lepkék, a glogovai erdőben. Ő csak kergette őket, egyre kergette. Csak már virradna, hogy mehessen, mozoghasson. A zseborája vígan ketyegett a feje mellett lévő asztalkán, megnézte, éppen éjfél múlhatott. Lehetetlen, hogy még csak ennyi legyen, talán rosszul jár, valahol a harmadik udvaron egy kakas kukorékot, mintha mondaná, jól jár az órája, Vibra úr, jól jár. A megfagyott birkából itt hangzott elmosódva muzsika, valami dohaj pásztorember előénekelte keservesen a híres Tóth Juhász dalt, melynek az eleje pongyolán fordítva ilyes forma hangzik, nem a juhász az, aki a mért húst kedveli, nem azért a birka, aki fölneveli. Gyuri szivarra gyújtott, s a bodoros füst mellett ez a bolond nóta a gondolatjának szép piros szövetjét a visszájára fordítá. Csak ugyan sokszor nem azért a birka, lám, ez az esernyő is honnan került elő? Az, hogy még meg se került, hiszen nincs még a kezébe, sőt, ha jól felvesszük, nincs is valami sokkal közelebb hozzá. Eddig attól tartott, hogy, mint jelentéktelen rongyot eldobták valahol a szemétre, ahol megrohadt, és azért volt kevés reménye hozzájutni. Mi történt most? Mindössze megfordult a dolog. Most már az a baj, hogy valóságos klenódium az az esernyő, templomi erekje. Lássuk csak, hogy lesz, mint lesz. Mit mond majd ő a glogovai papnak holnap? Azt, ahogy eljöttem az esernyőmért, a pap bizonyosan kineveti, mert vagy bigot rajongó, és akkor szentül hiszi, hogy Szent Péter hozta a húgának, vagy ámító farizeus is, akkor nem bolond, hogy hagyja magát lelepezni. Künn szél mozdult, haragos délrel, durral besűvített a rossz ablakú, rossz ajtajú kamrába, ahová Braucsánné hálásra helyezte. A bútorok is mozogtak, ropogtak. Jól lehetett hallani a Liskovina erdőség távoli zúgását. Ugyancsak dolgozik benne az akasztott ember, akit Ravucsán említett? Gyuri ismét eloltotta a gyertyát, melynek lángjával kellemetlenül vincselkedett a szél, bebújt a paplan alá, behunyta a szemét, képzelete meghízott a sötétben, látni vélte az akasztott embert, amit hajladozik ide-oda a fán, vigyorogva bólogat feléje, igen? Bizony, kinevetik Vibra úr a glogovai parókián. Átkozott bonyodalom, hajtogatta magába, nyugtalanul hánykolódva a hótiszta párnák között, melyekről a tavaszi napfény meghatározhatatlan illata árad ki. Nem hiába voltak ma a lészán kiterítve? Mindegy, szőtte a gondolatait. Az esernyő mégiscsak az enyém, hisz be lehet bizonyítani végső esetben a bíróság előtt is. Tanurász, Tolarik, Münzni, a fiai, egész Besztence városa. Itt egyszerre felkacagott keserűen, azaz, de hogy lehet bizonyítani, hol jár az eszem, hiszen az az elnyő nem az enyém, a Münzéké. A Münzék apja vette rendes árverésen a Gregorics hagyatékából, a haszna vehetetlen holmik között. Az az elnyő tehát Münzéké, engem csak az illet, ami a belsejébe van. De lehet-e azzal is előállnom? Mondhatom-e a papnak, főtisztelendő úr, az esernyő nyelében van egy 200 vagy 300 ezer forintos bankutalvány, ez is csak kérem ideadni, mert engem illet. Gyuri most elkezdte sorba elemezni, hogy mit tesz erre a pap? Vagy hiszi a szent legendát az esernyőről, és így szól, eredj a pokolba, majd bolond Szent Péter, hogy neked bankutalványt hozzon a mennyekből. Ha pedig csak ugyan kísértésbe jön, megnézi, és benne találja a felnyitható nyélben, akkor azt mondja, ha mégis hozta, hát akkor bizonyosan nekem hozta. Kiveszi az utalványt, és ő maga értékesíti. Miért is adná Gyurinak? Hát mivel tudná bizonyítani, hogy az az övé? Majd így okoskodék hősünk tovább. Talán beavassam élettörténetembe?
Elmondjak szegről végről mindent, anyámról, atyámról, halálozási körülményeiről? Hát tegyük fel, elhiszi, alfától omegáig. Hát mit érez? Kiviláglik-e mindebből, hogy a kincs az enyém? Hát bizonyára nem. De ha belátná is, hogy az enyém, ideadná-e? Hiszen a pap is csak ember, pereljem talán, ha ide nem adja, nevetséges. Az utalván kiveszi szépen, és milyen bizonyítékkal álljak én aztán elő, hogy az esernyő nyélbe benne volt? A verejték csurgott a Gyuri homlokáról, a vánkosát harapta dühében. Ilyen közel lenni az örökséghez, és mégis olyan mérhetetlen távol van tőle. Fekete éjszaka, adj tanácsot! És az éjszakához érdemes folyamodni. Jól tette Gyuri, hogy ő tőle kért tanácsot. A tépelődők és gondolkodók jó barátja ő. Az arany tanácsok közé lehetne írni, minden nagy dolgodat gondold meg éjjel is, ha bár már nappal határoztál felőle. Mert az embernek van éjjeli esze, nappali esze. Hogy melyik a jobbik? Azt nem tudom. Hanem, hogy tökéletes egyik sem, az gyanítom. A nappali verőfény szövi, mint egy takács, a maga színeit a gondolatokba, az éjs közéjük hullad fekete szárnyéból egy-egy tollazatot, festenek, pepecselnek, nagyítanak, kicsinyítenek, tehát falsifikálnak mind a ketten, igen, hamisítanak. Az éj szebbnek mutatja kedvesed alakját, mint a minő. Ellenségedet erősebbnek, bajodat nagyobbnak, örömödet kisebbnek. Nem szép eljárás tőle, de hát az éj szuverén, nem tartozik felelősséggel senkinek. Vedd olyannak, amilyen, de nem ellőzd, jámbor tűnődő, amikor az igazságot keresed. Az dehogy keresette az igazságot, ha szembe jönne és kikerülnéd. Rosszul fejeztem ki magam, nem ellőzd az éjt, amikor a kivezető utat keresed, csak látszólagosan hallgat ő, úgy súg neked, hogy észre se veszed. Ha nem teheti másképp, Lábújhegyen csendesen elhozza az álmot, és abba göngyölgeti kimeríthetetlen leleményességgel, amit tanácsol. Egyszer csak elállt a szél, a muzsika elhalt, a megfagyott birkánál, a kocsmánál. Gyuri nem hallott többé, csak lassú, ritmikus zsongást, aztán úgy rémlett neki, hogy más vidéken jár, a glogovai erdőbe lepkéket fogdosnak Veronkával, amint mennek mendegérnek a csalitok között, elibük toppan az ösvényen egy öreg ember, kunkorgós aranybottal, glóriás félkörrel a feje fölött, és kalapja madzagra akasztva lóg le a nyakáról. Ön Vibra úr? Kérdi az aggasztján. Igen, és ön? Én Szent Péter vagyok. Mi tetszik? Egy nyilatkozatot akarok aláírni az ön javára, az én javamra. Értesültem, hogy nem juthat az esernyőjéhez. Gregorics barátom megkért, hogy segítsem ki, tehát szívesen írok alá egy nyilatkozatot, hogy az esernyőt nem én adtam a kisasszonynak. Szép öntől, de itten se papírom, se tintám. Gyerünk vissza a faluba. Az nem lehet, annyi időm nincs. Tudhatja, hogy én a kapunál állok strázsát, mennem kell. De hát akkor én mit csináljak, miképp jussak az esernyőmhöz? Szent Péter vállat vonva visszaindult a szederindás ösvényen. Egy irdatlan nagy cserfánál mégis megállt, és intett Gyurinak, hogy jöjjön közelebb. Gyuri szót fogadott. Tudja mit, barátom, ne okoskodjék sokat, vegy el Veronkát feleségül, s vele együtt magáé lesz az esernyő. Jöjjön, mondta Gyuri, és megfogta erősen a szent palástját. Kérje meg számomra. Húzta Gyuri, de ebben a percben, mintha valami erőszakos kéz megragadta volna hátulról, s rettentő erővel magával rántaná. Felébredt. Kopogás hangzott az ajtón. Szabad, mormogta gépiesen, ködös fejjel. A mravucsánék szolgálója nyitott be ásítva nagy kosztrosan. Bejöttem a cipőkért. Gyuri kitörülte szeméből az álmot, reggel volt, az ablakon sugár nevetett be. Emlékezete gyorsan futott végig az illanó álom részletein, még szinte látni vélte,
a foszladozó ködben a részletek halvány vonalait. Minden olyan eleven friss volt még, úgy szólván haraszt recsent még a Szent Péter talpa alatt, és ünnepélyesen kongott a jóságos hangja. Vegye el, barátom, a Veronkát feleségül, és akkor magáé lesz az esernyő. Különös egy álomlátás, tűnődött Gyuri, és mennyi logika van benne. Hát ez magától is eszembe juthatott volna. Mintha nem magától jutott volna az eszébe. Az éj csak parancsolt. Jöjj, álom, építs neki összefüggő mesét abból az anyagból, ami benne forrad. Mire Gyuri felöltözött, nem volt már nagyon korán. Az egész ravucsánház izgett, mozgott, mint a népes köpű. Egyik köcsögöt vitt, másik szűrőszitát, a kifejt tejjel bajlódtak. A kapunál, melyet az éjjeli szél kiszakított az ütközőjéből, ott pipázgatott a Gyuri kocsisa, és segített csodálkozni a többieknek a szél erején. Észrevevén urát, megemelintén nyalkas trucztollas kalapját, befogja? Nem tudom még. Hullá, kislány! Fölkeltek a kisasszonyék? Már reggeliznek is a kertben, felelte egy szarvas termetű fehér cseléd, aki egy tepsit vitt forralt tejjel. Tessék erre jönni! Akkor hát, befoghatsz, János! Egy diófa alatt nagy kerek kőasztal körül találta Gyuri valamennyiüket. Már a reggeli végén voltak, csak még a madám rákcsálta a pirítós kenyereket. Nagy nevetéssel fogadták, Veronka felkiáltott pajkosan, itt jön a friss ember! De már a friss ember titulus nem hagyom, ellenvetém ravucsán. Az engem illet? Mert én le se feküdtem, egész reggeli kártyáztunk. A szegény klempa még most is ott alszik két könyökével az asztalon, a leragasztó szakálával. Szép is olyanokat tenni, pirongottam ravucsánné. Jó reggelt, jó reggelt! Mindjárt kezet fogtak Gyurival, Veronka is felállt, és csintalanul hajladozott. Jó reggelt, friss ember, jó reggelt! Na, mit nézem olyan nagyon? Nézem, mondta zavartan Gyuri, a leány szépségén felejtve a szemeit, hogy mennyire megnőtt az éj alatt. Tegnap még kislány volt. A maga szeme káprázott. Káprázik az ma is, amert még álmos. Hát ilyenkor kell felkelni. A játszi enyergő hang, mint valami édes csiklandozás. Fölvillanyozta Gyurit, kezdett ő is bőbeszédű lenni, védte magát tréfásan, széles jókedéllyel. Elaludtam egy kicsit, sőt, ha szolgáló rám nem kopogtat, most is alszom. Bár csak ne nyitott volna be még 5 percig. Ugyan, szólt ravucsánné. Olyan szépet álmodott? Mit parancsol, kávét vagy hidegsültet? Kávét kérek. Hát nem mondja el, mit álmodott? Házasodtam álmomban, illetőleg megakadt a dolog a leánykérésnél. Hogyan, kosarat kapott? Kérdé Veronka előre tolva kíváncsi fejecskéjét, mert ma még szebbé tette a fölépített gazdag hajkorona. A hajkoronát pedig még szebbé tette egy beletűzött pünkösdi szegfű. Kérdés, hogy mi lett volna, éppen a döntő pillanatba költött fel a szolgáló. Úgy, már szinte azt hittem, nem tetszett a személye a személyének, szólt Veronka átcsapva a mesei stílusba. Milyen kár, hogy most már nem tudhatjuk meg? Biztosítom, megtudja. Miképpen? Úgyhogy megmondom. Ugyan ne beszéljen, hiszen az álmok nem mennek át egyik éjjelről a másikba, folytatásosba, mint a regények az újságukban. Gyuri megitta a kávéját, rágyújtott, és nagy füstfelhőből szólt ki titokzatos arccal, szemeit az ég felé fordítva tréfásan. Vannak olyan álmok, majd meglátja. De hát maga hogy aludt? Csak ezt kellett említeni. Menten kapott rajtam ravucsánné, szélesen előadva a macska históriáját, aki miatt nem mert a Veronka este levetkőzni. Gyuri elképzelte a bájos jelenetet. Édelget rajta a lelke, Veronka irult-pirult, ravucsán kacagott, ravucsánné pedig egy pár oktató szót fűzött hozzá, mint illő idősebb, tapasztaltabb asszonyoknak. Nem jó, galambocskám, a jóból se nagyon a sok, nem. A szemérmemből is árt, ami túlontúl van az elégen. Hozzá kell szokni az ilyesmihez. Hát mikor ura lesz, szívecském? Az bizony becsámpásodik ám a hálószobába, és maga fűzi ki a kisasszony derekát, igen, saját maga. Azon keresztül kell esni? Jaj, néni, néni, miket beszél a néni?
bedugta a füleit, felugrott, és elszaladt a ribiszkebokrok felé. Egy picinke gaj beleakaszkodott a szoknyafodrába, úgy megrántotta, hogy kiszakadt a ráncaiból. No, lett ebből nagy eset, hamar tű cérnát, növelte még a zavart, hogy vibra kocsia előállott. Két nyughatatlan nyakú fekete ló, részkulcsos hámmal, hely, csak jó mesterség a provokátor, oké, olyan fiatal is, már ilyen fogatot hazudott össze, hely. Volt dolgom Ravucsán nénak és mindenféle élő léleknek a háznál, hamar közbe, Anka egy szalvétába sonkát, amit az útra főztem, te pedig szaladj Zsuzsa a kalácsért, de hát, ha nincs később, hozzatok hamar egy szarvasnyelű kést. Ne készítsünk a sargójába egy kis aszalgyümölcsöt. Jó lesz rágogatni lelkem. Út közbe, kivált az idegen asszonyságnak. Hát egy csipetnyi lekvár, ne tegyek a bögrikébe, de bizony teszek. Ugyan-ugyan néni, szabadkozott Veronka, hiszen ebédre hazaérünk. Hát, ha előadja magát valami, szó se lehet tudni. Térült, fordult a jó Mravucsán néni, hol elszaladt, hol előkerült, mint a karika. Mialatt Mravucsán mindenképpen kapacitálta őket, hogy maradjanak ebédre, vagy ha nem, legalább még egy óráig. Utoljára már csak egy fél órát könyörgött, biztatván őket, hogy akkoráig okvetlenül fölébredt Klempa, amihez fogható látványosságot maga a király se pipált. Nem ért semmit. Megmaradtak csökönyösen az indulás mellett, felültek a kis csézára, a hölgy a kátúra, Gyuri a kocsiülésre, befelé fordulva, úgyhogy a térdei már is odasurlottak a Veronka lábacskáihoz. Nem tudom én, hogy lesz az egész Glogováig. Glogovára megyünk, parancsolta Gyuri a kocsisnak. János megpattintott az ostort, a lovak megiramodtak, de alig gurult ki a kocsi a kapu dobogóján, lelkendezve futott utánuk Mravucsánné, teletüdőből kiabálva, hó, ahó, megálljatok! A kocsi megállt, a hölgyek ilyetten nézegettek körül, hogy mi baj lehet, de nem volt semmi baj. Mravucsánné egy pár épp almát fedezett még föl, valahol az édéskamrájában, azokat a féltett kincseket hozta a kötényébe, és megrakta vélük, mint hogy a hölgyek ruháin nem volt zseb, a Gyuri kabátját, kikötvén, hogy ezt a szép vöröset, igazi sercikát, a Veronka egye meg. Erre aztán csak ugyan megindultak, nagy kendő és kalap lobogtatások közt, amíg csak egy kanyarodónál teljesen el nem tűnt, a nyájas Mravucsán porta összes népeivel, a nagy diófával, füstölgő kéményével, új és új képek bontakoztak ki, a rohamosan haladó bábaszék utcai életéből. A bolt előtt Münzné állt, bodoros hófehér főkötőjében, és kedvesen bólintgatott tiszteletreméltó őszfejével, melyet egyenes vonalban osztott két egyenlő részre, a csillogó bábaszem. A kovács műhely előtt nagyban kalapácsoltak a glogovai papék eltölt kocsiján. A vízzel leöntött izzó vasak sziszegtek, mint a kígyók. Távolabb a mesteremberek rakták el nem adott áruikat, háromszögletű nagy ládáikban. Lassanként rendre elmaradoztak a tulipános kapujú házacskák, gazdáik koszorúba írt névbetűivel. Az utolsó nál, melynek ablakai a leendő zsidó temetőre néznek, a líceum kerítés mellől dúl-bum, két pisztolylövés rezzenté meg a lovakat. A glogovai utasok oda pillantottak, hát Mokri úr állott ott az újdonatúj kék ruhájában, melyet a beszterce híres Kléner vart, egyik kezében a kalapját lengetve búcsúzásul, a másikban a tiszteletükre eldurrantott pisztolyt emelvén a magasban. A túlsó oldalon a veszedelmes szélmalom ijesztő szárnya vetett sötét árnyékot a mosolygó, pirosvirágos lóherésre. Szerencsére most mozdulatlan, mint egy gombos tűre tűzött óriás légy. Egy csepp szél sem volt. A búzák nem dajkálták kicsinsatnyak alászaikat, hanem álltak, vesztek, a perzselő napsugarakkal elöntve, mozdulatlanul, egyenesen, mint a gránátos katonák. Körös körül a mezőn mélységes csöndül. Csak a lovak patkói csattogtak a köveken, és a Liskovina erdőség olyan formán rém lett, hogy amint egyre közelebb-közelebb húzódik eléjük lomha, sehol sem végződő zöld testével, mintha csendesen lélegzene. A harmadik ördög a következő fejlő. A szobor Mária rózsája, a földhasadék és a vén körtefa. Madame Crisbé a vidéket nézte,
Válti kérdezősködve minden érdekelte, amit látott. A kidőlt, bedőlt, akol, a Liskovina szélén, bent az erdő sűrűjében, szép fehérkézű nyírfák közül, kikandikáló kápolna. Veronka magyarázta. Ott ütöttek agyon egyszerű gazdag kocsmáros a zsiványok. Szomorú özvegye kápolnát építetett arra a helyre. Meg lehet örömébe, tette hozzá Gyuri, jó, maga gonosz ember, tette meg Veronka. A Liskovina széles, hosszú erdőség, közepe szép völgyekkel, hegyoldalakkal, smaragdzöld tisztásokkal, szinte olyan, mint egy angol park, csak a fákban kevés a változatosság. A szlávok kedvenc fája a nyír van óriási többségében, éppen olyan melankolikus szőke a fák között, mint azok a lenhajú ancsurkák, bohuskák a leányok között. A Liskovina buja növényzete ellenben változatos. A hatalmas páfrányok szinte a fák derekáig nőnek, a borjúpázsit már elvirágzott, és elszáradottan beillatozta az egész erdőt. A növények társadalmában is van hátulja olyan gézengúz perszóna, hogy csak holta után élvezhető. Ó, mennyi változatosság az élettelen élők között. A kard alakú gladiolusnak viszont a föld alatt van a becses része, a hagymája. Aki megeszi, éjszakára megálmodja tőle a jövendőjét, így mondják. Sokkal közlékenyebb az egyszerű marmancs, mert a speketória nélkül is megmondja az embernek, szereti, akire gondol. Nagyon-e, vagy kicsit-e, vagy sehogy se. Csak a hófehér virágfogait kell kitépkedni sorra is. Val a megmaradt utolsó. Nem a kert utálatos neveltjei ezek, az anyaföldre ráerőszakolt idegen kölykök, némelyiket be sem fogadja, külön cserébe kell tartani, hanem a lelkéből elkezdett saját magzatai, jó szántából termi, megneveli, ahogy a téli pihenésben előre kigondolta, a többi idevaló teremtmények igényei szerint. A vadszegfű, kelyhe, csapodár, darázsok vendégfogadója, a turbánlilium madarak ivópohara, a nagybugájú hámfű pillangók hintája. Mert nyájas erdő a Liskovina, bogárnak ágyat ad, a karantyú harangjába madárfészket kereső gyereknek kínál, szamócát, szolgál kinek-kinek, amit megérdemli. Éneklő madárnak bogyót termeszt, fiatal vászonnépeknek bokrétát, öregasszonyoknak gyógycsüveket, a gonosz farkasnak sisakvirágot, ami gyilkos növény, híják is népnyelven farkasölő sisaknak. Hogy ölte már farkast, hát ez nagy kérdés. Mert a farkasnak is van ám magához való esze, és bizonyosan tudja a botanikát is. Közölvén nemzedékről nemzedékre a farkas fiakkal hozzá. Hozzá ne nyúljatok, gyerekek, az Aconitum licoctonuhoz, egyetek inkább húst. A Liskovinán keresztül legalább kellemes út esett az árnyékban. Madame Crisbé ugyan örökké remegett, ha a szaladó mókus megzörrenti a bozótot, válti a zsiványokat várta, akik a gazdag kocsmárost annak idején megölték. De hisz az 80 évvel ezelőtt volt, madame. Azok elhaltak már, azok a zsiványok. Hát a fiaik! Csak akkor nyugodott meg, amikor elhagyták a Liskovinát, és a nyitott oporti határ jött sovány, zav és pohánka földjeivel. Szomorú hely az ilyen, ahol karóra ülnek a petrencék. Egyéb iránt nem soká lehetett nyugodt, mert az oporti határból megint egy erdő kezdődött, a híres zelena fruska, mely körte alakban húzódik Makova felé. Hát, ha itt bukkannak fel a nagy cserfák között a zsiványok, és amitől olyan nagyon félt a madám, éppen olyan nagyon óhajtott a Gyuri. Amint szemben ült a leányjal, mindigább megérlelődött benne az elhatározás, hogy feleségül veszi. Az esernyő véget. Igen, a lány igen csinos. De ha nem is volna esernyő, hát, akkor is megéri az áldozatot. Szent Péter tanácsolta, tehát megteszi. Okvetlenül megkéri. Az ostob a babona, amelyet azelőtt annyira szeretett gúnyolni, őt is behálózta, és helyet szorított magának az egészséges gondolatok között. Érezte, hogy egy láthatatlan erő ösztökéri erre a lépésre, hogy miféle erő, mi az az erő, hát bizonyosan a Szent Péter, aki álmában így ráparancsolt. Hát hogy kell a dologhoz kezdeni? Hogy kell? Ezen töprenget egész úton. Milyen jó van egy kis romantika, mint a regényekben van. Ha teszem azt, zsiványok támadnák meg őket az erdőn, ő lelövöldözné őket a revolverével, valamennyit. Úgy venné vissza tőlük Veronkát, aki aztán így szólna elérzékenyülve.
Megmentetted az életemet, a tiéd vagyok, koporsom, bezártáig. De így, minden előzmény nélkül, nem mert közeledni hozzá, torkának adtak a szavak, melyeket elmében olyan szépen kifőzött. Kételyek foglalták el, hát ha nem rokon szenvedik vele, hát ha már van otthon valakire. Lehetetlen, hogy ne legyen, hiszen aki csak látta, ha látta, az bizonyosan beleszeretett. Valami külső eseménynek kellene történni, ami elősegíteni a dolgát. De a zsiványok nem jöttek, talán nincsenek is. Szegény vidék ez nagyon, nincs itt kitől lopni, rabolni, nem terem itt még a zsivány se. Túl az ellen a fruskán kibukkant karcsú tornyával, Szlatina Ódon kastélyával a hegytetőn, amely egy szobornak volt egykor tulajdona, most a Kóburg hercegé. A kocsma előtt etetni kellett, Veronka azt ajánlotta, hogy nézzék meg addig a kastélyt, amelyet egy vén kapus őriz, és meg is mutogat az utasoknak. A kocsmáros azt állította, hogy néhány szoba még egészen úgy áll, ahogy a szobodik hagyták. Az udvaron egy pár szakállas ágyú is látunk. A szobákban nagyszerű fegyvereket, különösen érdekes családi képeket láthatni. Köztük egy kis leánykájét, Szobor Katalinét, aki 7 éves korában eltűnt otthonról. Veronka a lányka iránt érdeklődött, és mi lett vele? Kérde a kocsmárostól. Bizony szegény kisasszonyka, még a mai napig se került elő, csóhajtott a kocsmáros. Hát mikor történt az eltűnése? Hát úgy vagy 300 év előtt, felelte alattomos mosolygással a kocsmáros, aztán felkísérte vendégeit a domboldal meredek ösvényén, az orgonabokrok között az elhagyott ősi fészekbe. Az elmúlás borongos hangulatával jöttek ki onnan. Madame Crisby az orrát fintorgatta. Milyen dohszag! Veronka pedig lelkesült az emlékeken, és egy gyönyörű kinyílt rózsát pillantott meg a félig rommá vált bárcsafal alatt. Jaj, de felséges virág! A vénkapus arról is mondott egy legendát. E rózsa helyén lehelte ki lelkét a szép szobor Mária, aki leugrott a bástyáról, mert egy pásztorlegényt szeretett, és az apja egy császári brigadéroshoz akarta kényszeríteni feleségül. A pásztorlegény egy rózsafát ültetett el azon a helyen, és most az minden évben egyetlen bimbót fakadt, csak egyetlent. Gyuri visszamaradt, és félreintette a kapust. Szakítsa le nekem azt a rózsát. Ó, uram, mit gondol? Felháborodnék a hótleány szelleme. Kivette a tárcáját, és 2 ezüst forintost csúsztatott a markába, mire a szó nélkül elővette a kését, és óvatosan levágta a rózsát. Hát most már ugye nem háborodik fel a szellem, kérdi nevetve. Nem, mert az összeg feléért misét mondatok, uram, a plébánossal? Mint valami kincsel futott Gyuri a rózsával a hölgyek után, valóságos diadalérzettel nyújtott át Veronkának. Itt a Szobor Mária rózsája. Cserébe a szexüjét is. Veronka hátra tette a kezét, és hűvösen mondta. Volt lelke leszakítani? Volt. A maga kedvéért. Hát nem cserél. Nem. A világért se tűzném fel. Azt hinném, hogy a holt leánytól loptam. Igazán nem fogadja el tőlem? Nem. Elkeseredett erre Gyuri, és elhajította a rózsát nagy mérgesen. Az lefelé gurult a meredek domboldalon, füvek, bozótok, vadvirág testvérei között. Onnan csúszott alá az útporába. Veronka szánakozva nézett a virág után, amíg csak láthatta. Hát illik ez, amit tett, korolt aztán. Vétett magának az a szegény rózsa valamit? Vétett, felelt az ügyvéd indulatosan. Ugyan mit? Megszúrta? Nagyon szúrt. Valami olyat adott tudtomra, ami kellemetlen. Ugyan mit? Megsúgta a mai álmom folytatását. Ó, a kis fecsegő. Kedves pajkosság csengett a hangjában, és nagy szemei nevetve tapadtak Gyurira. Kosarat kaptam volna. De akkor hátravetette a fejét, szemeit az ég felé fordította, mely azőrkék színben tündökölt, mielőtt egész arcát megtudta valahogy hosszabbítani a sopánkodóra. Ó, szegény Vibra úr, milyen szerencsétlen! És hamiskásan mosolygott hozzám. Kosarat kapott volna álmában? Jó, jó, csak gúnyolódjon is, szólt az ügyvéd kiérezhető keserűséggel.
És biztosan abban, hogy csak ugyan koszorot kapott volna? Igen, most már biztos vagyok. Felállt a szomorúan. És gyaníthatja, hogy kit kértem meg. Én! Szólt elhalványodva, és a nevetése egyszerre elhalt. Hogy én? Rebegte, de nem szólt többet. Hanem csak ment, csendesen lefelé, hallgatagon, lesütött fejjel, a keskeny gyalogúton a madám után. Szoknyáit fölemelte kissé, gizgaszt, tövis, bozót, hogy meg ne tépje. Szabadon látszottak formás a lábacskái. Egyikkel lép, másikkal lép, szépen ritmikusan csikorognak a pici topánok. Füvek, mezei virágok meghajlanak, meggyűrődnek alattuk, de össze nem törnek. Kiegyenesedvén, még talán frissebbek is, kevérebbek is lettek a lába nyomában. Egy gyík jött keresztbe, szép ruhájú, ezüstös páncélba volt öltözve. A kecskerágó bokorból jött, és a fekete bogyós borzagok liliputi erdejébe akadt átsuhanni. De mi sors érte a kis páncélos lovagot? Éppen arra ment egy haragos óriás, a Besztetze bányai hídes ügyvéd, dúlva-fúlva, hadd pusztuljon minden állat. Cipője sarka élével egyet dobbantott, elszelte a kis gyík derekát a fejétől. Veronka hátrafordult, meglátta, és szinte kedve lett volna megsíratni a szegény gyíkot, de semmit sem mert mondani, immár ő is félni kezdett a rettenetes Góliától, és csak magába mormogta, az igaz, hogy félig hallhatóan, hóhér. Mikor azonban leért a dombról, és elvitte őt útja a kis rózsa mellett, amely ott hevert, megtépve a kövektől, piszkosan a porttól, melyben meghömpölygött, míg lezuhant. Isten tudja, mit gondolt magába. Hirtelen lehajolt, fölemelte, rálehelt, megfújta ezzel a szép pici szájával. Aztán oda tűzte a mellfodra közé. Olyan volt rajta, mintha ott nőtt volna. Egy szót se szólt, rá se nézett a rettenetes Góliátra, hanem elfordította tőle a fejét, hogy ne lássa az arcába. És a Góliát most azzal is megelégedett, hogy csak a rózsát lássa. Melegséget érzett a szíve környékén, és valami olyan jóságot, hogy nem adta volna 100 forintért, ha a gyíkvitéz testét vissza tudja ragasztani újra a fejéhez. Hát de az többé nem lehetett. Lent a kocsma előtt már azóta megetetett János, a kocsi készen várta az utasokat, akik be is helyezkedtek, de valami saját szerű zavar, nyomasztó hangulat nyüge alatt hallgatagon ültek szemben. Ha egyik a vidék bal részét nézte, a másik szeme a jobboldali hegyek acélszürke ormán volt elmerülve. Ha véletlenül mégis találkozott a tekintetük, hirtelen elkapták egymástól. Amennyiben szóltak mind a ketten, Krisbénéhez intézték a mondatokat. Aki lassan szimatolni kezdte, hogy történt közöttük valami. De mi? Hát mi is történt? Hát semmi. Csekészség. Egy pár gyerekes szó, amit az ő fiatalos eszük kitágított, megszélesített, mint egyszer az ördög Debrecenben 60-i professzor uram szűk celláját, hogy végre belefért az egész város. Hát ebbe az egy pár szóba is belefért minden, de minden. És mégis több is történt azután, sokkal több. Miért nem, gondolom, valami gombos tűje esett le. Egyszer csak lehajlott Veronka a fejecskéjével, mintha meg akarná keresni a kasban, és íme csak kipottyant a hajából a megkívánt szegfű, és odásett a Gyuri ölébe. Gyuri fölemelte, hogy visszaadja. Veronka a kezével intett, hogy csak hagyja. Legyen a magáé, ha már odásett, ha már nem akarta a hajamba megmaradni. Igazán nem akart-e. Ezen töprengett Gyuri, amint szagolgatta. Milyen csodálatos édes illata van. Mitől lehet? A hajtó. És milyen illata lehet magának a hajnak, a szegfű nélkül? A bricska pedig csak gurult, egyre gurult ez alatt, hol le, hol fel, a Brána hegy alatt. Hely a Brána, a híres Brána, elzárja a világot, mint a kapu az udvart, azért is hívják Bránának, vagyis kapunak. A Brána már mágnás féle a hegyek között, szép időben kalapot is visel. A felhő ül a feje bubján, de még izzadós is az öreg, csergedező vízerek és sziklák üregéből kibugyanó források folynak le,
barázdás sárga hátán, a kvetyina rétre, melyen tüzesen tölt keresztül a füzes kerítésű kavicsos fundusán egy nagy szöszke patak. Ez már a Bielavoda, magyarázta Veronka Krisbénének. A glogovai víz. Nem vagyunk már messze. Csak még egy erdőn kell keresztül menni, aztán mindjárt ott lesz kis fehér házikóival, Glogova a völgy mélyében. Hanem eztán ez a legkutyább út, görbe, mint az ördög lelke, tele hasadék a sziklával, és néhány keskeny, olyan keskeny, hogy alig fér a kocsi, a felgetyű a sziklát horzsolja. Hátrafordult János nagy fejvakarással. Lőcs a király ebbe a tartományba? Igen, a lőcs. De a Csézán nincs lőcs, tehát a Csézával veszedelembe forognak. Mindezt ilyen kerülő úton, igen, így kell, hogy jelentse a gazdájának. Vigyázz, János, hogy fel ne dőljünk. Minduntalan leszáll kereket kötni vagy oldani, a lovak csak lépésbe mehetnek, néhol olyan mélyen bevágott az út, hogy csak az ég látszik. Madárnak való pátria ez, morogja János. Nem tetszik a vidék? Nagyon himlőhelyes a pofája, véli János. Nem házasodni való hely? Gyuri összerezzen. Ez már észrevet volna valamit, a fene egye meg. Miért, János? Mert az előbbeni gazdám a báró, János egy Sáros megyei bárónál szolgált előbb, azt szokta mondani a fiainak, pedig okos úr volt, ne menjetek soha házasodni a helyre, ahol szúnyog nincs, jó levegő van és savanyú vízterem. De már erre Veronka is nevetni kezdett, nem csak Gyuri. Igazi sárosi észjárás. Látod, megharagítottad a kisasszonyt. E szerint én örökös pártában maradjak? Panaszkodott Veronka tréfásan. Kézzel, lábbal ellenkezett János. Jaj, szentem, dehogy marad, dehogy, hiszen ha... Valami nagyon szépet akart mondani, csak az illendő szót kereste, de az Isten úgy akarta, hogy egy nagy káromkodásba törjön ki, mert abban a percben belevágottak az ökkenőnél valami kiálló sziklacsúcsba, és nagyot roppanva, recsenve lehasalt a kocsi előrésze. Cső, az a bugattát! Eltött a tengelyük tekintetes uram! A nők megijedtek, Gyuri leugrott, megvizsgálta a tengelyt, hát bizaz eltört alaposan. Éppen a rúd balsó szárnya irányába. Mit csináljunk már most? Szopánkodott János. Mondtam, hogy madárnak való ország ez. Aki nem jár, ugye, se gyalog, se szekéren. Csak röpül. Semmi az, felelte Gyuri, akit most semmi se hozhatott volna ki a jó hangulatából. Se egy tengely, se száz tengely. Add ide a fejszét. Te csak tartsd addig a lovakat. Majd mindjárt vágok én egy nyújtót, egy újat a tengely alá. Kurta nyeli balta volt a kocsillés alatt. Átvette, megnyugtatván a hölgyeket, hogy segítő mindjárt. Csigavér az ilyen bajnak. Átugrott a garádon, végiggázolt a sűrű iszalaggal összegubancozott bozótokon, egészen a fákig. A fák csak úgy voltak, mint az aggember koponyáján a hajszálak. Egy satnya nyír, egy nagy darabú mogyoró és vadcsipkebokrok, aztán semmi. Aztán elvétve egy-egy vénfa, mintha valami elszaladt erdő itt felejtette volna. Nem is a föld teste már ez a vörös-barna agyag, kiégett abból a termőerő. Csak gombát hoz meg, árvalány hajat. A föld testén avar ez a glogovai egy. Nehéz volt kikeresni az alkalmas támasztófát, ez túlságosan vastag, amaz túlságosan vékony. Ment hát beljebb. Itt egy hasadékot kellett megkerülnie, majd egy a víz által kimosott árkot. Olyan messzire ért, hogy a kocsi eltűnt előle, csak a Veronka ernyője piroslott távolból, mint a király gomba. Végre egy nyírfára vetett szemet, amely egy szakadék szélén nőtt magányosan. Húságnak már nagy, fának még kicsi, valóságos bakfis volt a fák között, szép növésű, sokat ígérő. Mindegy, halálfia vagy kis bakfis, belevágta a baltáját. De alig csattant egyet-kettőt a balta, amidőn felhangzott ez a szó, Reta, Reta! Segítség, segítség! Gyuri összerezzett, megfordult, kikiáltott. A hang közelről látszott jönni, de se közel, se távol nem volt senki, pedig nagy darabot lehetett belátni. Újra hallatszott a segélykiáltás, rekedten, tompán, mint a föld alól jönne. Most már világos, hogy a mély hasadékból kiált valaki. Gyuri szaladni kezdett a hasadék menten. Itt vagyok! Kiáltozál. Ki vagy? Mi baj van? Itt vagyok!
szólt fel a mély hasadékból az előbbi hang. Segíts rajtam, a keresztény lélek vagy! Gyuri lenézett a hasadékba, és egy kabátos alakot látott az alján guggolni, de csak keveset láthatott az emberből, mert a laza talajnak egész a szélére lépni veszélyes lett volna. Hát ez nevezetes. Hogy jutott oda? Beestem tegnap, nyöszörgött a kabátos ember. Hogyan már tegnap este is? Nem tud kijönni? Lehetetlen, mert nincs mibe fogódzni. Ha megkapaszkodom valami cserjében, kiszakad a földtől, tövestül, s minduntalan visszaesem. Elinkedte. Kutya állapotban van, és senki sem ment azóta erre. Nem járt erre senki, már el voltam készülve a legborzasztóbbra, amidőn felhangzottak a fejszecsapások a közelben. Hála néked én, Istenem! Segítsen rajtam, jó ember, aki ott fent van, akárki legyen is, meg fogom jutalmazni. Nagyon szívesen, hogyne, csak a módon gondolkodom, ha talán leeresztenék egy hosszú fát, fel tudna rajta mászni. Nagyon el vagyok gyengülve az álmatlanság és az éhség miatt. Felelt a mélyből a sok kiabálástól érce vesztett hang. Ó, szegény ember, várjon csak! Eszébe jutottak az almák, amiket reggel Rabucsánné rakott a zsebébe. Ahó! Vigyázzon, egy pár almát dobok le addig is, amíg valamit kifőzök! Sorba kiszedegette az almákat, és behaigálta a hasadékba, de egyszerre megijedt. Jaj, össze van a Veronkája is, hát ha megharagszik. Megtalálta? Meg, köszönöm. Ne egye meg kérem azt a pirosat, mert az nem az enyém. Nem fogom megenni. Ön úgy látszik a műveltebb osztályból való, a glogovai plébános vagyok. Gyuri meglepve tántorodott hátra. Szent Isten, a glogovai plébános. Nem hallhatott volna semmi csodálatosabbat ezen a világon. Mindjárt segítek, tisztelendő úr, csak egy kicsit várjon. Nosza szaladt vissza a kocsihoz, mely vesztegált lent a völgyben, a jobbról-balról emelkedő terméketlen árkos hegyoldalak között. Úgy nézett ki onnan a vidék, mint egy ketté hasított mátfejnek a belső része. Egész a kocsihoz nem kellett mennie, amint meghallhatták a hangját, rákiáltott Jánosra. Szedd le gyorsan a hámot a lovakról, és hozd utánam, a lovakat pedig közd valami fához. János szót fogadott, de nagy dörmögéssel, fejcsóválással sehogy se tudta eltalálni, mi történhetett, mire kell a hám. Hallott ugyan valamikor olyan forma mesét a fonóba, hogy a fatépő Gábor két medvét fogott egyszer a szekere elé az erdőn, csak tár nem ilyesmire kell a hám. Mindegy, ha kell, amire kell. Vitte vállán az úr után a hasadékhoz, ott aztán a két hámot összekötötték egybe, leeresztették a mélységbe. Fogózkodjék bele, plébános úr, mi meg ketten, János, húzzuk fölfelé! Úgy tett a papa, hogy Gyuri mondta, megfogódzván, végső ereje megfeszítésével az így meghosszabbított hámba, és bár most is omlott a lába alatt a hasadék meredek fala, mégis szerencsésen kikapaszkodott a föld felületére. De hogy nézett ki? Csupa por, csupa piszok, arcának keservesen átélt éj dúlása, amelyhez hozzájárult a kimerültség és éjség, nem volt azon a szegényen emberi ábrázat. Mi, ti és én, kedves olvasóim, kik fiatalon láttuk utoljára, hiába keresnünk szép, hamvas, puha arcát. Borostásképű férfi volt már, gesztenyeszín haja, fehér szálakkal fölverve. Hosszabb keresgélés kellett, amíg egy-egy ismerős vonást ragadott ki a szem. Csak egy volt a régi. A jóság, a szelídség, mely a sovány, komoly, igazi papi arcot, mint egy beragyogta. Meg volt lepetve, amikor egy finoman öltözött fiatal urat látott maga előtt, a valóságos csoda itt a glogovai erdő szélén. Ó, hogy háláljam meg a jóságát, kiáltottam a bizonyos pátosszal, amelyen rajta van a prédikáló szék szaga. Egy pár lépést tett azért a vízér felé, hogy abban megmosakodjék, de lába megcsuklott, éles fájdalmat érzett a derekában is. Úgy tetszik, megütöttem magam esés közbe, nem igen tudok menni. Támaszkodjék rám, kedves tisztelendő úr, biztatta Gyuri. Szerencsére a kocsim nincs messze, te pedig János, vágj ki addig azt a nyújtófát, ezt a kicsit tudod itt, amíg lassan mi odaérünk.
Ám már az igaz, hogy lassan mentek, a pap a bal lábát nem bírta jól emelni, minduntalan megbotlott a földből kimosott fagyökerekben, melyek keresztül kasul fonódtak mindenfelé, mint a szultán név aláírása. Úgy látszik, alul a föld alatt még érintetlen az erdő, itt fenn azonban az egykori nagy fák helyén a törpék uralkodnak. A hályog mogyoró, meg a kányafa, két nyomorult cserje, olyan, mint két kis utonálló. Az egyiknek legalább szép fehérveres virága van, lóbázza is kevélyen a lecsüngő fürtöket, de a másik az egészen csak arra való, hogy az embernek alkalmatlan legyen járás közben. A kocsi messze állt, ráértek odáig beszélgetni néha, meg is kellett pihennie a papnak. Volt elég szék, ugye, mármint fatörzs az úton. Csak egyet mondjon meg, tisztelendő úr, hogyan került éjjel ide egyedül? Elbeszélte, hogy a húgát várta tegnap, ki a nevelő nőjét ment a távol fekvő vasúti állomáshoz, miután nem jöttek meg időre, nyugtalanság, türelmetlenség fogta el este felé, és mint akárhányszor is tette, kisétált az erdei ösvényen, elibük ment, mindig tovább, fokozottabban, aggodalommal kémlelve a dombról az utat, és figyelve, amint beesteledett, hogy nem hall le távoli kocsi zörejt. Egyszerre eszébe jutott, hogy hát, ha a Pribalszki malomnál letértek, és a hosszabbik, de szebbik útra Glogova felé. Veronka, így hívják kérem a húgomat, rajong az árnyas erdei utakért, igen, így lesz, bizonyosan így lesz, gondoltam, azóta már régen otthon vannak, amíg ő itt aggodalmaskodik, legjobb tehát mentem visszatérni, szerencsétlenségemre, hogy minél hamarabb otthon lehessek, egy kurtább gyalogútra tértem. Hát a sietség ördöge bajba vitt, a sötétben valahogy félreléptem, és belezuhantam a hasadékba. Ó, szegény kis húgocskám! Mennyit szenvedhetett most miattam? Gyuri mindenáron kedélyesre szerette volna fordítani a pap bús hangulatát. Majd megvigasztalódik a kisasszony. Jót állok érte, s a tisztelendő úr is kiheveri hamar, ha egyet alszik rá. Na, 2-3 nap múlva úgy fog feltűnni, higgye meg nekem, ez az egész, mint egy mulatságos kaland. Tessék elhinni. Mely azonban könnyen végződhetett volna a legborzasztóbb halállal, ha önt nem küldi ide a gondviselés. Hát bizonyára köze volt hozzá a gondviselésnek. Eltölt a tengelyem az úton. Anélkül nem jöttem volna erre a helyre bizonyosan. A pap elérzékenyülve emelte tekintetét az égre. Ha 100 évig élek, se felejtem el gyöngét szívességét, és a nevét imába foglalom. Ó, én háládatlan, hiszen még nem is kérdeztem a nevét. Dibra György. A Besztercei híres ügyvéd. Istenem, ilyen fiatal. Örülök, uram, mert egy derék emberre szoríthatok kezet, akit egész Besztercem magasztal, de százszor jobban örülnék most, ha egy szegény vándordiák állna előttem az előkelő úr helyett, mint megmentőm, akit megjutalmazhatnék illő módon. Hát, hogy róljam le a államat önnel szembe? Hát, tudom, hogy nem fogadná el tőlem semmit. Gyuri ajkai körül ravasz mosoly hasadozott. Hát, kérdés! Tudja, uram, hogy az ügyvédek nagyon kapzsik? Ó, szóljon, szóljon! Bizonytalanul, gyanakodva nézett a fiatalember szeme közé. Igazán? Nem tréfál velem? Az ügyvéd nem felelt mindjárt. Némán tettek egy pár lépést föl a dombra, egy villám hasított vadkörte felé, melynek irányába állott a kocsi. Hát igen, mondta aztán elfogódott, majdnem remegő hangon, valamit szívesen elfogadnék. Csak beszéljen, kérem, tartózkodás nélkül. Eszembe jutott, hogy valamije van a kocsimon, az ön kocsiján, amiről ön nem tud, és amivel engem boldoggá tenne. A pap mohón nyújtotta oda mindkét kezét. Bármi legyen is a világon, az öné, ügyvéd úr. Fél perc se kellett, ott voltak fent a körtefánál. Amott állni a kocsim. A pap oda nézett, egy piros napernyő szúrta meg a szemét legelőbb, alatta egy kis fekete szalmakalap fehér margaréta virágokkal, és még lejjebb egy tündöklő arc. Minden olyan ismerős volt előtte, az ernyő, a kalapa, a margaréta virágok, és az arc. Összerázkodott, mintha álmot látna, aztán felkiáltott, az ügyvéd karját megragadva. Istenem, az én Veronkám! Az ügyvéd szelíden mosolygott,
Meghajtotta fejét a lelkész előtt, és kezeit esengbe tette össze. Illetőleg az ön verunkája. Javította ki magát a pap jóságos hangon. Ha ő is úgy akarja. Ekkor már Veronka is felösmerte bátyját. Leugrott a kocsiról, gyorsan fölfutott hozzá vidám kiáltással. Itt vagyok, nincs semmi bajom. Jaj, mennyit aggódhattál, de csak a kocsink, ugye, az eltört. Jaj, ha láttad volna a lovainkat, de még mi minden nem történt. Madame Crisbét is elhoztam. A pap megölelte, örült, hogy az ő bajáról nem tud semmit. Milyen derék ember ez a vibra, hogy nem ijesztette meg a gyereket. Jó, 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 szívecském, majd mindent elbeszélsz egymás után. De Veronka egyszerre akart mindent elmondani. A kocsi összezúzódását, bábaszéken, a Maravucsánék vacsoráját, igaz, a Maravucsán bácsi tisztelteti. A mai út részleteit, a smarott függő elvesztését, megtalálását. A plébános, aki lassan érteni kezdte az összefüggést, enyelegre szakítá félbe. Hát a becsületes megtalálónak adtál-e valamit? Megütődött a váratlan kérdés fölött, elhallgatott, mintha egy pergő rokka kerekébe beletesz valaki egy dorongot. Nem, 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 úgy gondolod ezt? Felelte gyanútlanul, zavartan, hiszen nem illik, de ő nem is akart semmit. Csodálom, mert tőlem már követelte. Lehetetlen, hületezett Veronka, fél szemmel Gyurit fürkészve. Valami különös, megnevezhetetlen gyanú kezdett a szívébe támadni. És mit kér? Tette hozzá a fátyolozott hangon. Bizaz, sokat kér. Sokat? Dadogta elhalványodva. Kéri vissza a fülbevalót, amit talált, de a gazdájával együtt, mondta ünnepélyesen. És én már oda is adtam neki. Veronka lehajtotta a fejét, mintha nyakánál letört volna. Arca kigyulladt, mint a fákja, a kebe lázasan emelkedett, orcimpája mozogtak. Jaj, mindjárt eltörik a mécses. Hát semmit se felelsz. Jól tettem, mert hogy odaadtalak. Mi? Felej hát, Veronka. Gyuri is hozzálépett, csendes, bátortalan hangon kérte. Veronka kisasszony, esetetlen. Félénken hátrált a korhadó körtefa alá, melynek egyik vihartört gaja lecsüngött, szinte a földig, és némileg eltakarta. Jaj, úgy szégyellem magam, lebegte elhalóan, de úgy szégyellem. Nem szólt egy szót se többet, egyetlen szót se, csak zokogásra fakadt hirtelen. Egy szélroham jött le most a brána felől, megrázta derekasan a vénfát, amely aztán engedelmesen ráintette fejére, ruhájára a halványpiros virágait. Talán a legutolsókat, amiket vén napjaira még hozhatott. Három üszög. Ön ott ül, madám, a kocsin, igen, és nem tud semmiről, semmit, csak azt nézi, hogy éhes. A gondjaira bizandó bakfis leugurik a kocsiról, elszalad, nyakába ugrik egy hosszú kabátos egyéniségnek, és beszélnek ott valamit a fa alatt, élénk gesztusokkal, villogó szemekkel, a kis bakfis jön, aztán vissza, vigan szökelve, mint egy bárány, nekipirulva, mint egy rózsa, karon fogva a fiatalemberrel, aki tegnap még a fülön függőjét találta meg. Mindez olyan váratlan és csodálatos, míg a kocsi eltört tengelyét alátámasztják, felszerszámozzák, újra befogják a lovakat, addig a hosszú kabátos férfi, aki a bakfis testvére, megsúgja bizalmasan az ön növendéke, madám menyasszony lett. Szent Isten, mikor, hol? Hát most a fa alatt, ott. Ó, madám Crisbé, érzem én jól, hogy önnek most el kellene ájulnia, részint, mint finom hölgynek, ugye, ha pusztán az esemény hallatára is, részint azért, mert ilyen tökéletlen népek közé jutott. De az ott kolonos üvege nagyon mélyen bent van, úgy látszik, a táskájában, így mégis jobb el nem ájulni, hanem elég a lelki megbotránkozás. Mert a fa igen szép dolog, flörtre, szerelmi ömlengésekre holdvilágos estén, de a leánykéréshez, eljegyzéshez kivált a regényekben.
Szépen bútorozott szalon kívánatos. A leány kiszalad az ajtón, ha szégyenlős, vagy letérdepel áldásért a szüle, esetleg a gyám előtt, ha nem nagyon szégyenlős, de hova térdepeljen a fa alatt? Borzasztó, a fa alatt! A vadházasokról mondják, fa alatt esküdtek. Micsoda szégyen, mit fognak erre mondani? Hisz, ha nem esküdtek is, de eljegyzésük a fa alatt volt. Ezt lehetetlen lesz letagadni. Mindez csupán Madame Crisbét foglalkoztatta, Veronkát nem. Ellenkezőleg arra gondolt, hogyha szép idők lesznek, valamelyik nap kijön ide egy vázlatkönyvvel, és megörökíti az öreg fát. Ez alatt a kocsi csendesen gurult, a kocsis nem fért volna fel, azt leszállította Gyuri, menjen gyalog a kocsi után, ő maga vette át a gyeplőt, és Veronkának melléje kellett ülni a bakra, mint a Jukker kisasszonyok szokták. Istenem, Istenem! Mit fognak mondani a faluba, ha így látják? Kivackolódván a kettéhasított mágfejből, hol sűrűn váltakoztak a szorosok medencék, porhanyos üregek, lent a völgyben megint kibukkan, kőről kőre szökelve a bielagoda, és mindenütt a kocsi mellett szalad ezután, mint egy cigánygyerek. Itt a jó úton sebesebben megy már a bricska, kedélyesen morognak a kerekek, és Gyuri lazára eresztvén a gyeplőt, elandalog lelkéről a történteken. Nem csak álom-e mindez? Nem hiszem, mellette ül Veronka. És hátul tisztelendő B. János úr beszélget Madame Crisbével, törve a gallusok nyelvét. Igen, ez tiszta valóság. Amit tud, azt látja is. Hihetetlenebb, mint egy regény, de mégis valóság. Hitte volna még tegnap, hogy még mielőtt a nap kétszer lenyugszik, föltalálja örökségét is. Még a tetejébe feleséghez is jut. Összesen 24 óra története. Tegnap ilyenkor még nem tudta, van-e B. Veronka a világon. És utána kezdett gondolni, milyennek is nézett ki a világ Veronka nélkül. Megfoghatatlan, hogy tegnap ilyen tájban még semmi hiányt nem észlelt. Hogyan lehet ez? De a bolond kerekek olyan veszettő zörögtek, hogy nem bírta a tegnapi énnyét összeállítani. Csodák ezek, egy legenda az esernyőjé. Igen, ez összetört, de egy másik támad helyette. Ég és föld jelentkeztek ügyvédjéül, hogy örökségéhez segítsék, az ég álmot küldött, a föld hasadék egy protektort. Úgy dagadt a szíve, forrt, édelget, dőzsölt a nagy szerencsébe. Ha tudnád, kis leány, milyen gazdag úrnak adod a kezedet. Ringatta, emelgette, csiklandozta ez a gondolat, és mosolygott titkon, mint egy áruhába öltözött királyfi. Ha majd megtudja a kicsike. A kopanyicei hegynyelven túl, amely mint valami spanyol fa nyúlik be a völgybe, hip-hop egyszerre csak kiugurik a bogárhátú házacskáival, bulogóval. Itthon vagyunk, mondja Veronka. Merre van a parókia? A falu túlsó végén. Majd megmondja, igen, majd aztán, hogy hol kell jobbra vagy balra térni. Jó, jó, kocsis úr, csak hajtson most egyenesen. Levendula illat csap ki az útra, rendre előtűnedeznek az ismerős kertek a liceumkerítéseikkel, horihorgas napraforgóikkal, köcsögök, karókon, kiteregetett fehér ruhákkal észán. A veszőből font kapuk előtt pendelyes gyerekek játszanak a fazekak letört füleivel lovasdit, bent az udvaron csöngetyűs csikóficánkol. Úgy szóval néptelen a falu, aki kezét bírja, az mind a mezőn dolgozik, a vászonnép pedig megfőzvén az ételt kivitte a gazdának. Csak az iskola előtti gyepen van élet, zsibogás, de már nem olyan egyöntetőek külső dolgában a gyerekek, mint valaha Majzik tanító úr fiatalabb korába. Szőkék, barnák, nyurgák, tömzsik, vegyesen, s magyarul kiáltják a dicsértességet a Cséza felé. A férfiakból csak a mágnások lebzselnek otthon. Csinos cserepes ház tornácáról, Gongoli uram lengeti a kalapját, tudarul meghízott. Olyan potrokja van, mint a 10 évig ült volna vasban. A kovács műhely előtt klincsok üldögél, csöndes pipaszóval, míg a kovács a ráfot húzza a kerékre. Hová, hová? Kiáltja kedélyesen, kézzel lábbal integető a tisztelendőnek. Mi már más papot választottunk. Látszik, hogy a pap elmaradása élénk feltűnést keltett a községben. Teringettét! Mennyit haladt ez a gogova? Fent a dombon a
Krizsánék háza mögött ott fehérik a Kálvária 12 stációval. Aztán a templomra is milyen szép sudár tornyot húztak, pléfedéllel. Nincs hozzáfogható egész Losoncig. Csak hogy a Losoncin, ugye, kakas van. A falu közepén vendégő emelkedik a Szent Esernyőhöz címezve. Túl rajta vadveszővel befuttatott oszlopos, feltűnően szép házacska áll. A Strelnyik Mihályék régi fundusán, fehér, mint a cukorból lenne kifaragva, hátul sorompós kert, elől sudár, fiatal topolyafák állnak kevélyen sort, mint valami kránátosok. Kinek a háza ez? Kérde Gyuri hátrafordulva. Ott a bakon ül a gazdája. Úgy, a magáé, Veronka. Némán szégyenlősen bólintott a fejével. Egy kis rossz földbirtok is van hozzá, tette hozzá a pap nemes dicsekvéssel. Gyuri fitymáló arcot vágott. Hát bizony, mi pedig nem visszük el innen. Legyen csak a bácsi, ugye, Veronka? Majd újra hátrafordult, és azt mondta a papnak, van a Veronkának olyan nagy hozománya, hogy egy grófnőnek is elég lenne, de az se a tisztelendő úr nem tudja, se ő maga. Ezen a rejtélyes mondaton úgy elgondolkodott a pap is Veronka is, hogy észre se vették a hazatérésüket. Gyuri tovább is hajtott volna, ha a víztul a kutya rájuk nem ugrik örvendezve, nagy vinnyogással, csak kapuba sírdogáló Adamecné fel nem sikott. Szentséges Szűz Mária, meghallgattad a látos kérésemet szolgáló leányodnak. Hopp, álljunk meg, itthon vagyunk, nyissa ki a kaput, Adamecné! Adamecné letörült a könnyeit, keblére eresztette az olvasóját, s ment nyitni a kaput. Van ebéd, Adamecné? Kérdezte mohón a tisztelendő úr. Jaj, dehogy van, dehogy, kinek főztem volna, azt hittük mindjárt, hogy elveszett a tisztelendő úr. Bizony Isten tüzet se gyújtottam ma, mert minek? Úgy is elhajtottam volna a patakzó könnyeimmel. Jól van, Adamecné. Tudom, hogy búsult miattam, ösmerem a jó szívét, de most azt találsolnám valamit ebédhez, de gyorsan a kedves öregem, mert mindjárt hallunk, bizony. Veronka gyanút fogott az Adamecné szavaitól, és vallatóra fogta a bátyját, hogy mi baja volt. Végre pedig sírva fakadt, nagy duzzogással kikelve Gyuri ellen is, hogy valamit titkolnak előtte. Végre is el kellett neki mindent beszélni, amitől majd megszakadt a kis szíve, elgondolva, hogy milyen veszélybe forgott a testvére. Nagy sürgés forgás közt fő ez alatt künn a konyhába az ebéd, volt dolga a két szolgálónak meg a mindenesnek. Hamar vedd a habot, Hanka, hozz egy kis sót, Borbála. Hát aliba megvele már kopasz, elnyete Mátyás lustája, lódulj, fordulj egy-kettő-három andalás, szakítsam a kettő kis petezsemet, ó Istenként, de sován nevelőt hozott a kisasszony, láttátok, no, Adamecné, szólt önmagához. Lesz megint munkád ezt a meszelőrudat kihízlalni, add ide, hé, azt a tepsit, ne azt a másikat, te pedig beszélj, Borbála, igen, na, adj egy kis zsemlét, hozzad, siess, fuss, ha nem, a fiatalú csinosám, csinó, hú, aki velünk jött, hol szedték fel, nem bírom eltalálni, mondtál valamit? Hogy te se, szamál, hát ha én nem tudom, mit tudnál te csirke, te, annyi bizonyos, de magunk közt maradjon, hogy van valami furcsa a kisasszony szemeibe. Ott valami történt, valaminek történni kellett, döbbüljek meg, ha nem így van, csak nem tudom kiolvasni. Sokat locsogott Adamecné, jót is, rosszat is, de főzni, hát azt jót főzött. Olyan ebédet tálalhatott fel nem sokára, hogy még a szerelmesek is jó étvágya lettek belőle. Ebéd után Gyuri lovasembert fogadott, aki levelet vitt Stolarik törvényszéki elnöknek Besztercére. Kedves gyámatyám, így szólt a levél, nagy dologról értesítem, de csak röviden, részleteket majd élő szóval. Atyám örökségét, illetve az esernyőt megtaláltam, némileg Münzné által, némileg a vakesetnél fogva, jelenleg itt vagyok Glogován a papnál, akinek hugát, Veronkát, feleségül kértem, igen, csinos leány, azon felül csak úgy juthatok örökségemhez, ha elveszem. Különös körülmények vannak, küldjön kérem e lovasember által két arany karikagyűrűt, Huszák Sámuel aranygyűrűs boltjából, és a keresztlevelemet, mely az ön gyámi iratai között megvan. Azt szeretném, hogyha már holnap után megtörténik az első kihirdetés, maradtam, stb. Biztatta a lovasembert, hogy siessen. Sietnék én, de a ló nem akar. Hát lógasd! Ja, az Isten nem teremtett sarkantyút a bocskorra, rossz lova volt a tótlegénynek, hanem az időnek volt nagyon gyors lova. Úgy elfutott a nap, mint egy perc. Csak megzöldül másnap odakünt egy hintós, kijön be a tornácon, hát a törvényszéki elnök Stolarik volt. Ha nem bízok el, mert akármilyen nagy úr és kedves ember is volt, csak a pap örült meg, Veronka inkább megijedt tőle, mint a hideg, fagyasztott légáram jött volna be vele. Miért jön ez most ide?
Az elnök elég szíves, elég nyájas volt hozzá. Ez a kis Veronka? Ez bizony, mondta Gyuri diadalmasan. A bizony jelezte a diadalmasságot. Istenem, de édes ez a mi nyelvünk. Az elnök nagy pacsit csattintott a kis tenyérbe, s ahogy ez már jól áll az ilyen öreg uraknak, megcsípte pajkosan az elhalványodott arcot, de nem bírt az azért piros lenni, rossz sejtelen nehezedett a szívére. Miért jött ez most ide? Maga Gyuri is meg volt lepve, a nehezen mozdítható elnök eljövetele legalábbis különösnek látszott. Elhozta? Kérdi tapogatózásképpen. El. Veronka megkönnyebbült, lélegzetet vett. Gyuri már napközben beavatta, hogy gyűrűket vár Besztercéről. Adja ide. Majd azután, szót vontatottan az elnök. Előbb beszélnem kell veled. Előbb kell beszélnie. Tehát olyat akar mondani, amit nem lehetne utóbb, és a Gyuri odaadása után. Veronka a világot érezte sírjedni maga körül. Gyuri kedvetlenül emelkedett fel a helyéről Veronka mellől, akinek kezei izgatottan kezdtek ide-oda mozogni a vargoló tűkkel. Jöjjön át a szobámba, gyámatyám. Gyuri szobája az elre épített parókia végén volt. A hajdani világban, amikor még nem épült volt fel az iskola, ez volt a tanterem. Az öreg Adamesné például itt tanulta még az ABC-t. Már az előbbi pap ketté választotta a pajtányi szobát egy csinos deszkafallal, vendégszobát csinált az innenső, nagyobb feléből, és él is kamarát a másikból. Veronka csak azt érezte most, hogy végtelenül boldogtalan, s hogy mindenét odaadná percben, ha hallhatná, hogy mit beszélnek. Hiszen minden, de minden ettől függ. Valami démon, aki nyilván nem járt soha nevelőintézetbe az apácákhoz, s nem tanulta meg, hogy hallgatózni illetlen, sarkalni, biztatni kezdte. Szaladj hamar, Veronka, az élés kamarába, ott majd meghallod, mit beszélnek. Ha szép csendesen meglapulva oda teszed a fülecskédet a vékony falhoz, Veronka nem kérette magát, ment, rohant. Hihetetlen mennyi méz van a gonosz sugallatú démonok nyelvén. Ez a jól nevelt, finom gyermek képes volt oda kuporogni az uborkás hordóra, a zsírbödönök, az eleséges zsákok közé, s idegeit megfeszítve figyelni kezdett minden hangra. A mélységes csendet csak szívének dobogása zavarta meg, a gerendáról lecsingő oldalszalonnák csöpögése persze hozzá. A nagy melegségtől ezek is elkezdtek sárgulni, avasodni, olvadni, pogy, pogy, pogy. Pottyan csöppent a szép rezedaszínű ruhájára is, de kitörődik most ezzel. Denikve, hozzájutottál az esernyőhöz, mint mondod, hallatszott tisztán az elnök hangja. De láttad-e már? Minek? Felelte Gyuri. Az értékhez úgyis csak az esküvő után juthatok, miért nem előbb? Mert nem akarom előtállalni az esernyő történetét, és pedig sok okból, például. Először azért, mert köznevetség tárgya lenne a pap. Itt törődsz te a pappal, másodszor, mert gyöngéttelenség lenne Veronka iránt, azt hinné, hogy csak az esernyő miatt akarom elvenni. Van-e még valami okod? Van. Az, hogy talán ide se adnák a bankutalványt, hiszen nem névre szóló, amivel bizonyítsam, hogy az enyém. Inkább az övék, akiknek a kezébe van. És még esetleg a lányt se kapnám meg, ha annyi a vagyon, mint amit mi hiszünk, hát minden újjára talál még másokat. Veronka szédült. Elképzelte, hogy így verték Jézus Krisztus testébe a szögeket. Így verték. Nem értett ő sokat ebből az agyva beszédből. Esernyő, bankutalvány, nagy vagyon. Milyen vagyon? Egyet érteni kezdett, hogy ő csak eszköz, valami eltalálhatatlan rejtélyes cél elérésére. Jó, jó, kezdi az elnök némi szünet után. A dolog minden esetre bonyodalmas ez ideig, de a legnagyobb bonyodalmak talán még eztán jönnek. Hát mi jöhetne? Kérdi bizonytalan hangon Gyuri. Ne vágj most közbe, várd be az 5 órai vonatot. Mindenek előtt azzal legyünk tisztában, hogy szereted-e a leányt. Szegény Veronka úgy reszketett a búvóhelyén, mint egy didergő madár. Behunyta a szemét, mint az elítélt a tőkén, akit egy balga ösztönvezett, hogy a lecsapodó pallos nem olyan szörnyű így. Jaj, mit fog felelni? Azt hiszem, szeretem. Felelte Gyuri bizonytalan hangon. Olyan csinos. Magának nem tetszik? Há, hogyne, én se vagyok vak. Hanem a kérdés nem az. Megkérted volna, ha nincs az az esernyő história? Felej őszintén, eszembe se jutott volna. Egy sikoly hallatszott most a szomszédos helyiségből, s valami zörgés utána, mint amikor valami bútort feldöntenek. Az elnök figyelmessé lett, és a falra mutatva kérdé, nem tudod, mi van oda át? Gondolom, éléskamra. Mint a sikoltott volna ott valaki.
Meg lehet egeret látott valamelyik fehér cselét. Hát igen, így néz ki egy tragédia a szomszéd szobából, ha vékony fala van. Ha nincs vékony fala, még így se. Egy egeret látott meg valami vászon személy, vagy egy szív zúzódott össze. Ki tudhatná, a kétségbeesésnek és a kedélyes ijegységnek egy hangja van. Veronka szívébe tört tövissel futott ki a szabad levegőre, többet már nem akart tudni, csak ki innen, ki, mert megfúl el, ki tudja hova, akárhova. És ez mind úgy látszik a szomszéd szobából, hogy Adamecné vagy a Hanka egy egérre talált rálépni. Mindegy, akárhogy látszik, hiszen csak egy fél percig látszik, aztán elfelejtik, beboronálja a fontos beszélnivalójuk. Azt mondod, eszedbe se jutott volna megkérni? Hát éppen ez az. Ne szabad elhamarkodni a dolgot gyűrűvel, még kevésbé esküvővel. Lássuk előbb a medvét, az esernyőt, illetve a tartalmat, aztán lehet beszélni. Gyuri egykedvűen sodolt egy cigarettát, gondolta magába. Öregszik ez Tolárik, hogy ennyi hóbortosságot fecseg össze. Igyekezett mégis gyöngéd lenni hozzá. Meggondoltam én, az kedves gyámapám. Nem lehet itt más csinálni, csak elvenni a leányt. Tolarik felkelt a székéről, odaállt a fiatalember elé, s ravasz pislogású szemét mereven szegezte rá, mintha valami nagy argumentumot akarna elsütni. De hát, ha Veronka nélkül is hozzájuthatsz az örökségedhez, el nem nyomhatott egy fitmáló mosolyt. Hiszen éppen most fejtettem ki, szólt türelmetlenül a fiú. Hogy nem lehet, de ha lehetne, se zárnám ki az örökségből, mert félig meddig le lett. Mert a gondviselés, mint egy szándékosan feléje hömpölygette. Szóval megfordította most a kérdést. De hát, ha Veronka által sem jutsz az örökségedhez, az szinte kizártnak látszik. Úgy? Hát akkor ide figyelj, gyurkölcsém. Mert most mindjárt bedübörög az az 5 órai vonat, amit az előbb említettem. Igen, és figyelek. De az esze máshogy járt. Szórakozottan, türelmetlenül dobolt ujjaival az asztalon. Hát, amint ma reggel bemegyek levelet folyamán a huszák aranyműveshez, hogy megvegyem a karikagyűrűket, és elküldjem a lovasemberettől, nem is álmodtam még akkor, hogy magam jövök el. Huszák uram nem volt a boltban, csak a segédje, Klanicai József a nyúlszájú. Gyuri bólint a fejével, hogy ösmeli. Mondom neki, adjon 2 aranykarikát, kérdezi, kinek lesz? Messze lesz, feleltem. Hová? Glogovára. Csak nem a pap kisasszonynak, de bizony éppen annak. Gyönyörű jószág, mondja. Hát ösmeri? Nagyon jó. Gyuri abba hagyta a dobolást, megkapta a rémület, felugrott izgatottan. A Veronkáról szólt valamit? Már mindjárt megtudod. Szóba szó lett, míg a gyűrűket csomagoltak Lanicai. Honnan ösmeri a pap kisasszonyt? Ott voltam tavaly Glogován. Hát mi az ördögöt keresett maga Glogován? Hát ez is nyeret csináltatott nálunk a község egy ócska esernyőre, melyet ők a templomban őriznek. A bolondok nem merték, mondá, nem merték idehozni, féltették, hogy ellopjuk, pedig nem jött az 2 galast. Nekem kellett odautaznom, hogy nyelet csináljak rá. Hát ez borzasztó lenne, kiáltott fel Gyuri elsápadva. A törvényszéki elnök fölénnyel mosolygott. Ezért mondtam Hékás, hogy mindenek előtt jöjjünk tisztába az esernyővel. Menjünk azonnal, keressük fel a plébánost. Égett a föld a talpa alatt. Olyan közel volt már az örökségéhez, és most megint elillanóban van előle, mint a lidércfény, mely maga után csalja a vándort. Könnyű volt a plébánost megtalálni, a galambjait etette a ducnál. Szent atyám, szólít el meg Gyuri, aki a tegnapi vacsora alatt pertú lett leendő sógorával. Az elnök, ha már itt van, szeretné a híres esernyőtöket látni. Lehet? Hogyne. Nyomban rákiáltott Adamesznére, aki a csirkét kopasztotta a tornácon, hozza csak ki, kedves öregem, a templom kulcsot. Térült fordult a vén Adamesné a nagy templom kulcsal, s a pap elől menve végigvezette vendégeit a templomon, a hűs boltívek alatt az idő barnított a padok között. Ó, milyen szépek ezek a szegényes falusi templomok, és mindaz, ami hozzájuk tartozik, a pázsit, a templom körül, a piros, zöld és mindenféle templomi zászlók odabent a padok szélein, szíjtartójukba, szép szelíd asszonyok képeivel. Szóval minden, minden. Sancta Barbara, Sancta Rosália, Ora pro nobis. Ennyi szent legenda egy rakáson.
A mennyeiek lehozva ide a fele útra, mert az ég fele útja a templom, ahol a földiekkel együtt lehetnek, szemben a főoltár, a gyerekeknek diót osztogató Szent Miklóssal, Glogova eddigi védőszentjével. Azért eddigi, mert egy idő óta Szent Péter kezd belenyúlkálni a kenyérbe. Balról a Szent Elfis tartónál a Krisztus képe, csinált rózsakoszorúval a tövis korona fölött. Itt imádkozott azon a napon a fiatal pap, amikor Veronkát, mint anyátlan gyermeket elhozta Billegi Máté. Minden olyan csendes, olyan fönséges, békés, malasztott lehelnek a komor falaksa, tömén szaga, mintha nem illant volna el vasárnap óta, egyesül a kenderhajú, glogovai leányok a rezeda bokrétáinak illatával. Itt szállt, itt terjengett, és itt terjeng, a felső ablakon belopódó napfény, szikrázó kévén himbálódva. Mindennek van itt története, a vastag cifra viaszgyertyákat Domonyik Miklós név vette az Istennek, amikor az Isten az urát magához vette, kész kezet most gondolná az ember. De nem úgy van, mert a szép oltárterítőt Gongoliné hímezte, aki később mégis az is befúlt. Nem lehet ám az Isten megvesztegetni? Erre, nagyságos uram, a sekrestyébe. Amint beléptek, rögtön szemükbe tűnt, ott voltak kazulák, pluviálik és tólák között a néhai Gregorics Pál vén esernyője. Kimosolgott szintelen vörös kelméje ismerősen, csak az ezüst nyele, jaj, az ezüst nyele ragyogott idegenül. Gyuri mereven, megdermedve nézte, egy szót se bírt kifejteni. Érezte, hogy a végzet küzd ellene, egy ördög jár után, aki nógatja. Csak eredj, az örökséged után. Egy másik ördög jár előtt, aki incsekedik vele. Gyere, csak gyere, erre van. De van egy harmadik ördög is, a legelevenebb, aki a középső ördögöt is megelőzve, ott kúrjong a célnál. És amikor odaérnek, gonosz vigyorgással mondja, itt a semmi. Stolarik megtartotta hidegvérét, nagy figyelemmel vizsgálgatta meg az ernyő nyelét, mintha gyönyörködnék a művészi kivételben. Mindig ez volt a nyele? Nem, dehogy, ez tömör ezüstből van. Valóban csinos munka. A nagymester a beszterzei huszár, azt csinálta. Tessék csak jól megnézni ezt az ízlést, azt a stílust, ugye remek dolog. Tavaly leptek meg vele a híveim, míg a Szklenói fürdőn voltam, a régi letört volt, a csontfoghantyú marigetet használni. Bizonyos Klincsok István érdeme azt kezdte a gyűjtést, igen. Ott még vannak hívő keresztény lelkek. Aztán Gyuri felé fordult. Majd megösmertetlek ezzel a Klincsokkal. Igazán tiszteletre méltó ember. Gyuri a pokolba szerette volna küldeni a tiszteletre méltó Klincsokot. Lett is volna kivel, mert megint ott volt a hátam mögött az első ördög, aki bújtogatta arra, hogy eredj az örökséged után. De bizonyosan megtartották a régi nyelet is, kérdi éledő reménységgel. Nem igen, felelte a pap. Közönséges is fapálcika volt, gondolom. Adamesné kérte el akkoriba Veronkától. Alig, hanem a középső ördög beszélt a papból. Adamesnénál van az ernyő nyele. Kíváncsi lett most az elnök is. Ki az az Adamesné? Az öreg szakácsném, aki az imént a kulcsokat hozta. Szolarik úr hangosan kezdett kacagni, a könnyei kicsordult úgy kacagott, a templom falai, kőkockái visszhangozták, az egész templom hautázni látszott. Mikor aztán kiértek a templom bors, a pap bevitte a kulcsot, Szolarik úr kiúzta a sejénpapírba, göngyölget egy gyűrűket, s markába nyomta Gyurinak csendes humorral mondván, az előbbi logikát szerint most már az Adamec nép kell nőjön benned. Eredj hát! Itt a gyűrű! Na, itt vannak! Jegyezz el hamar! Gyuri nem is felállt a marult réfára, a bizonytalanság ideges mohóságával rontott be a konyhába, hol Adamesz éppen palacsintát sütött a tűzhely lyukán, fölcsapódó lángon. Ajj, Adamesné, hova tette maga a templomi esernyő régi nyelét? Adamesné előbb megsütötte a palacsintát, kiborította óvatosan egy fatálra, ahol már nagy garmada volt, csak nézte, hogy kiszólt hozzá, hogy a régi nyelet tetszik értetni galambom tekintetes uram. Hát az úgy volt, hogy beteg lett a macskó a kisunokán, éppen tavaly káposztaéréskor. Nem, bizony előtte volt még. Itt bánom én, mikor volt. Adam ezt én nyugodtan öntött új tésztát a palacsintasütőről. Hát igen, hol is hagytam el a macskóna, igen, szemtől szembe jött neki. Mert gyönyörű gyerek ám az a macskó. Gyuri türelmetlenül toppantott a lábával. Hát nem mondja meg, hogy hol van. Ahol eszik, mi a kuckóba, az esernyőnyír, dehogy, a macskó. És
Csak ugyanott kuporgott az öblögető dézse mellett, fölfordított szakajtón ülve egy kékszemű maszatos képi tót fiúcska, tarka babszemeket csórikálva a kezébe, míg a pofácskáit meg voltak dagadva az egyszerre begyönöszött palacsintától. Mendölgettét, anyó, süket maga vagy mi? Pattant fel az ügyvéd. Én a régi esernyőnyéről kérdezősködöm. Adam azt nem méltatlankodva csóválta a fejét. Hisz arról beszélek. Na, szemmel verték meg, mondom, a macskót, oda volt a szentem kis porontyom, arra pedig az édvi orvosság lelkem tekintetes uram, hogy 3 égő üszköt kell a gyerek ivóvizébe tenni. Arról itatni 3 napig, de uram fia, csak nem használ, csak egyen nem használ, senyved, fogy a kis cseléd napról napra, majd a szívem mosat meg, ha ránéztem, mert nagyon gyenge szívem van, azt tisztelendő úr is elismeri biztosan. Inkább én is elösmerem, de térjen már a dologra az Isten szerelméért. Ott tartok már kérem alassan, mert akkoriban csináltak azt az ezüstnyelet a szentes ernyőre, csak a kisasszonya jó lélek nekem ajándékozta az ócskanyelet. No mondok, ez éppen jó lesz a macskónak. Ebből a szent fából 3 üszög, ha ezt se használ, akkor besorozzák, igen. Akkor az Istenke katonája lesz. Na, ez a macskó. Elpityeredett arra gondolata, hogy a kis macskóból Isten katonája lehetett volna. Elkezdtek folydogálni a könnyei. Ezer szerencse, ha a palacsinta tésztában nem esett velünk. Adamecné! Kiáltott fel Gyuri az indulattól reszkető hangon. Csak nem égette talán el az esernyőnyelet. Elcsodálkozva nézett rá az öregasszony. Hát honnan vettem volna egyébként a 3 üszköt, ha el nem égetem? Gyuri a falnak tántorodott, forogni kezdett vele a konyha, őrülten futottak körbe a tányérok, tepsik, fazakok, a takarék tűzhely lyukából óriási lángnyelvet öltögetett rá, az a bizonyos 3. ördög, aki mindig rávigyorgott a célnál. Itt a semmi. De egyszerre felrázta egy kéz, mely a vállára nehezült a sztovalik keze. Volt nincs. Azért ugyan ne szontyolodjat, ráter. Így akarta végzett punktum, ezentúl legalább nem kergetsz hiú álmokat. Vissza vagy adva a magad erejének. Hidd meg, ez is ér valamit. Viszik a kis Veronkát. Hanem hiába vigasztalt a Sztolarik. Könnyű prédikálni, hogy a földi javak elvonják az embert a légiektől. Csak arra jók azok a földi javak. Amikor az embernek meghal a kedvenc gyereke, mindig akad a családba egy nagy bölcs, aki a fájdalomtól vonagló szívet be akarja gyógyítani. Hogy ki tudja, mi lett volna a gyerek, bőhátalkasztófá hal meg, vagy még talán jobb is, hogy most így múlt ki. Hanem azért még soha egy könnyet se szárított fel a bölcsesség, nem bizony. Gyenge portéka ez a fájdalommal szemben. Sztolarik is összeoldott hetet havad, de Gyuri szívét elszorította a gondolat, hogy soha se lesz többé dominium, ahol angol park és a többi, ami azzal jár. Az egész világ újnak és szomorúnak látszott előtte. Ne pedig csak a régi volt. Minden úgy folyt tovább, mintha Adamesné se égette volna a régi esernyőnyelet. A muzsikáló óra a parókia nappaliában eljutott a római 2-esre, mire egy nótát játszott, a szolgálók megterítettek az ebédhez. Adamesné behozta a levest, a tisztelendőr felkereste a vendégeket, bevezette az ebédlőbe, leültette őket jobbról-balról, Madame Quisbé mellé, akkor egyszerre csak észrevette, hogy Veronka hol van. Éppen ezt akartam én is kérdezni, mondta a Madame. Nem az urakkal van? Én azt hittem, szólt a pap, hogy önnel volt. Vagy 2 órája, hogy nem láttam. Mi se. Én se. Talán a konyhában van. Adam Crisbé bosszus arccal kelt fel az elnöki helyről, hogy behozza Veronkát, de csak hamar visszajött válogatva. A kunyhába se látták. Na, szép mulatság! Fortyant fel a pap, és maga szaladt ki, szétriasztván a cselédeket, hogy hamar keressék meg a kisasszonyt a kert valamelyik lugasában, ahol nyilván regényt olvas elbújva. Ott kül Adamesné panaszkodott, hogy kipang az étel, minden elromlik. Hát tálaljon, parancsolt a plébános. Aki nincs itt, ott nem ebédel. Olyan nagy urat, mint az elnök, végés nem lehet várakoztatni, kivált, mert haza akar indulni. Egymás után hordták be az ételeket, a leves után a rudaskását, a töltött káposztát, az orjával, fülével, kövérjével, a király se eszik különbet, a malacot, a palacsintát, de Veronkának se híre, se hangja.
Közből Hanka jött bejelenteni, hogy sehol se találják. Gyuri úgy ült ott érzéketlenül, mint egy maktúz, csak az arca volt sápat, mint egy halotté. Talán a méhesbe elaludt, jelenti meg a pap, vagy talán lavozott egy percig, hogy folytassa, talán köztetek történt valami? Gyurira nézett fürkésző tekintettel. Köztünk? Nem, semmi. Szólt Gyuri fázékonyan. Akkor hát szaladját Hanka az újházba, nézd meg a méhesbe, mi pedig igyunk, uraim, ne zavartassuk magunkat, hiszen gyerek még, ide-oda sodor a szeszélye, talán egy lepke után futott. Ebből a vörösből, jött osztasék elnök úr. Nem annyira a vendégeit biztatta, mint inkább önmagát tűkönült szívét az aggodalom szorongatta, szórakozottan beszélgetett. Az elnök kérdezgette, volt-e valami befolyása az idei korai melegnek az itteni termésre, hogy mennyi lesz, nem tudom. Van a tisztelendőnek több testvére is. Volt, hogy kettő, felelt a pap. A viszás feleletek mutatták kedélye nyomottságát, s hogy csak az erőszakot illemből ül közöttük. Végre megszánta az elnök, és így szólt a fekete kávénál. Jobb volna, ha a tisztelendő úr maga nézne utána a kisasszonynak. Aztán szíveskedjük megparancsolni az én kocsisomnak is, hogy fogjon be, mert sok veréb lépés ide vesztette. A pap kapva kapott az alkalmon, Madame Crisby hasonlóan engedelmet kért eltávozhatni, mert olyan különös, ami történik, hogy ő is nyugtalankodni kezdett. A két férfi magára maradt, kínos csend következett, a fali óra kísértetésen ketyegett közbe. Gyuri karikára nyílt szemekkel, mereven mozdulatlanul nézte a kalitkába gubbasztó kanári madarat. Az is olyan szomorú volt most. Fogasz be te is, tölte meg végre a csendet az elnök. Menjünk együtt! Valami nyöszörgés félét hallatott erre Gyuri. Nem igen lehetett azt érteni, hogy mit, mert a fejét is rázta hozzá, hát világos volt, hogy nem szándékozik fogadni. Pedig okvetlenül el kell jönnöd, a mi szerepünk itt lejárt. Mondom, hogy lehetetlen. Miért? Nem látja, hogy Veronka elveszett? Mit törődő vele? Hiszen elveszett az esernyőnyél is. Gyuri bosszusan ütött szét a könyökével a poharak között. Mit bánom én az esernyőnyelet? Úgy. Neked a lány kell? De nem azt mondtad te nekem ebéd előtt, hogy Gyuri vállat volt. Az akkor volt, akkor még nem tudtam. Most már tudod? Most már tudom, felelte Kurtán. Ó, szólt az elnök úr csípősen, mikor gyújthatta meg Ámor ezt a csodálatos tüzet? Mert a leány részéről nem valami nagy érdeklődést mutat irántad az eltűnése. Éppen emiatt érzem a percben a pokol minden keserűségét. Gyámatyám, higgye meg, hogy most szinte kicsiségnek látszik előttem az az örökség elpusztulása. Az elnököt milyen meghatott az ifjú fájdalma, amely olyan őszinte hangon tölt ki. Na, az már más. Forgós teremtett tehát, így beszélj. Akkor aztán én is itt maradok. Gyere, keressük meg a kicsikét mi is, és nézzünk szembe vele, hogy mit is akar. Amit kimentek, nagy zene volna volt már, de legjobban jövesziket Adameszné a kezeit tördelve. Tudtam, hogy ez lesz a vége. A mesebeli tündét nem szabad újjal érinteni, mert szétfoszlik akárcsak a köd. Jaj, édes kisasszonyunk, a Jézus mennyasszonya volt ő. Halandó ember mennyasszonyává tették. Hát Jézus magához parancsolta, a szóval hozzáugrott, megragadta a kezét. Mit mondt Kent? Hallott valamit? Most beszéli, kérem alásan, a gundoros tehénpásztor felesége, hogy látta a kisasszonyunkat délelőtt, amit egyenesen a Bielavoda felé lépeketett a réteken, kisít szemekkel. Istenem, Istenem, hiszen világos. Egy csomó asszony gyerek lebzselt a konyhajtó előtt, kiket az eset híre összecsődített. Köztük az egyik szintén látta Veronkát a kertek alatt, de még gundorosni előtt. Szomorú volt-e? Kérde Gyuri. Sírt. Sírt. Jaj, nekem. Sziszegte kétségbe esve. Megkeressük, biztatta az elnök. Hol? A határban, mert most már bizonyos, hogy ott van. Mindjárt megtudjuk, hol. Azon könnyű lenne, sohajtott a Gyuri. Csak a mesékben van hozzá tükör. Mindjárt idehozom én az egész határt. Hitetlenül rázta a fejét, talán megbolondult Sztolarik úr, hogy ide akarja hozni az egész Girbegurba határt, völgyeivel, erdeivel, pagonyaival, megnézni a Veronkát merre van. Sztolarik úr pedig csak ugyan ilyesmit törte a fejét. A Veronkát elő kell teremteni akárhonnan, a többit aztán megtudjuk őtőle. Hol van a tisztelendő úr? Kérdezte a bámészkodóktól. A kenderáztatóhoz ment megnézni, hogy nem esette bele a kisasszony. Hát a harangozó hol van? Itt vagyok,
Eredj fel Izibe a toronyba, és vedd félre a nagy harangot. De hiszen nincs tűz, mindegy, ha én parancsolom, ösmerte. Hogy ne ösmerte volna. Mielőtt közjegyző lett, ebben a járásban szolgabíráskodott Stolarik úr, és már akkor is igen sok mogyoró pálca termett Glogován. Futott hát, kvapkapál, eszeveszetten, és kisváltatva megszólalt a harang, veszélyes hivogató, tompa kongással. Bim-bam, bim-bam. Szél nem volt, szállt-szállt a riasztó hang, tisztán, öblösen mindenfelé, és a rétek, völgyek, hegyek, mélyedések, erdők és sások önteni kezdték északról, délről, nyugatról és keletről az embereket. Akik mind a falu felé futottak, szinte csodálatos volt, honnan támad egyszerre az a sok ember, aki megéli végítéletkor a Gábor arkangyal trombitálását. Hát csak az lát majd, ehhez foghatót. Stolarik a templomi dombról megelégedéssel nézte a lihegve érkező sokaságot. Na látod, most már csak a falu közepére kellene állnunk, s a határ minden zugából érkezők hírt adnának Veronkáról. De az is fölösleges, mert maga Veronka is mindjárt előjön. Hely, harangozó, nézd csak szét az ablakon, nem látod-e valahol a kisasszonyt? Igen is látom, ott fut, Srankói kukorica földje mellett. Él! Kiáltotta Gyuri felvillanyozva, de csak hamar lesújtotta a levont következtetés. Él, semmi baja sincs. Tehát előlem bújdosott el. Mérlegelni kezdte, nem volna jobb, ha nem élne. Akkor azt hihetné, hogy szerette. Sirathatná, mert szerette. Az elnök rárivalt a harangozóra, aki még mindig rángatta a harangkötelét. Hagyd már abba, te szamár! Utasd meg a kezeddel, melyik irányba van a Srankói kukoricása! A harangozó a réteg felé mutatott. Eredj most már elébe, Gyuri! És vedd ki tőle szép szerével, hogy mi a baj. De már akkor ment is Gyuri végig a papkertjén, leírta magát Józsefék lucernására, megdobbant a szíve. Onnan már meg lehetett látni Veronkát a zöldes színű fodros ruhájában. Kalap se volt a fején, hanem egy kis piros kendő, pongyolán odavetve. Most aztán sietve csörtetett végig a szlávik gyöngy füzesei között, és egyszerre csak elébe toppant a gongoli rétjén. A leányka felsikoltott, amint megpillantotta, és egész testébe reszketni kezdett. Hol van tűz? Kérdé Tompán. Ne ijedjen meg, Veronka. Sehol nincs tűz. Gyámatyám verette félre a harangot, hogy magát hazacsolj. Miért mente? A lányka arcát elborította a sápadság, szép piros ajkát harabdálta azt. Én tudom. Szólt elvalóan, csendesen. Hagyjon el, kérem, hagyjon el! Megfordult, mintha újra az erdőbe akarna visszamenni. Veronka, az Isten szerelméért, ne kínozzon! Mi baja, mit vétettem? A lányka ránézett szúrósan hidegen, két jégcsap volt a szeme. Hagyjon el! És mit akar tőlem? Az ifjú hirtelen hozzávolt, megragadta a kezét, Veronka minden áron ki akarta rángatni. Ott húzakodtak szégyen szemre, de csak mégse eresztett el addig, amíg erőnek erejével rá nem húzta ujjára az egyik karika gyűrűt. Ezt akarom. Mondta esdő tekintettel. Ezt akarja! Kacagott fel a lány keserűen. Én meg ezt akarom, ni! És ezzel lerántotta a gyűrűt, és messze dobta be a rétbe, ezernyi ringó, remegő fűszál közé. Szegény Gyuri a halántékához kapott a két kezével. Ó, mit tett vele? Mit tett? Ugyan ne játszék előttem komédiát, Vibra úr. Gyűrűzze fel, ne az én szegény ujjaimat, hanem az esernyőt. Mert az esernyőt akarjon elvenni, és nem engem. Érti már? Gyuri előtt hirtelen világos lett a közbejött bonyodalom háttere. Szent Isten, maga kihallgatott bennünket. Igen, igen, mindent tudok, szólt könnyeden elpirulva. Hiába tagadna. Istenem, hát semmit nem akarok eltagadni. Hallgasson meg, kérem. Hallgasson meg. Szép csendesen jöttek a réten. Gyuri beszélt. A lányka hallgatott, mielőtt milliárdnyi bogarak, szöcskék élénken zizegtek, suhogtak a fűrengetekben. Végezve keresztül kasul a maguk csodálatos útját. Gyuri beszélt, elmondta egész életét, apjának történetét, a hagyaték valószínűségét, hogyan jöttek rá, hova rejtette Gregorics, miképpen indult el
száról szára bábaszékig. Szóval elmondott mindent. Lányka hallgatta, először, mint vádló, néma, keserű szemrehányással a szemeiben, később csak, mint bíró, hogy kihámozza az igazságot. Majd a történet fejlődése kezdte érdekelni, belemelegedett, nem volt már se vádló, se bíró, csak egy csodálkozó hallgató, aki gyakran szakítja félbe a meglepetés felkiáltásával a fonalat. Ó, hogy közeledett már feléje, hogy közeledett ez a történet, lassan, de biztosan, már meglátszottak a vonalak, melyek belefonultak az ő élet sorsába. Tovább, tovább. Már jön, dübörögve, már ott tart a Münciunál, Münc süti ki, hogy az esernyők logován van. Aztán megszólal a Marabucsánék vacsoráján az erdésznél. Jaj, az erdésznél fecsegte el, hogy mit hozott Szent Péter az árva leányka fejfölé. Még csak néhány szó, és Veronka mindent tudott, mindent kitalált. Mire? Könyvbe lábadtak a szemei. Ó, Istenem, Isten, a nyelet elégette Adamecnél. Az Isten áldja, megérte, hogy azt tette. Mondá, vidáman Gyuri, látván a lányka megolvadását. Most legalább bebizonyíthatom, hogy az esernyő nélkül is szeretem. Veronka leoldotta a piros kendőjét, és amint a kezében suhogtatá, hirtelen megcsapta vele a Gyuri vállát, és könnyein át rámosolygott. Csak ugyan el akar venni még most is? Hát természetesen. Mit mond hozzá? Azt, hogy megakadt, különös elfogódás szorított össze a torkát. Hogy? Hogy maga nagyon-nagyon könnyelmű ember is. És hogy szaladjunk vissza megkeresni egy gyűrűmet. Ezzel megfordult, és neki szelesedve, mint egy kis csikó, bajkosan futott vissza a gongoli rétjére, Gyuri alig győzött utána loholni, sokáig keresték a gyűrű, de hiába. Csak hamar odajött a tisztelendő úr is. Hallja maga, Gyuri! Ne szóljon ám a bátyámnak az esernyő felől. Nem, szívem, soha nem szól. A tisztelendő úr jól összeszitt a Veronkát, te rossz jószág, hát illik ez. Hol jártál? Hogy meg voltunk ijedve? Ugye valami lepke után futottál? Inkább elől lefutottam. De megfogott. A lepke? Ez a csúnya nagy lepke. A tisztelendő úr megértvén, amennyit érteni engedtek, maga is a gyűrű kereséséhez látott. De keresették azt akár ítéletnapig, ha hírét nem veszi Gongoli uram, s oda nem cammog a nagy potrohával, melyet kevélyen verdesett a dohányzacskó báránykörmos sallangja. Veronka akkor már kétségbe volt esve a gyűrűért. No, szólt a Glogovai nábóg, megcsúválván a fejét, melyen a hosszú ősz haj tésűvel volt hátul fölfogva. Ne tessék búsulni, kisasszonyka! Majd megtalálja Gongoli bátyja. Add bizony megtalálja, mert módja van annak, a misézés is más, ez is más. Egy óra múlva leborotváltatom a füvet a kaszásokkal. Bár a fű nem volt még két újnyi se, hiszen csak két héttel ezelőtt hordták be a szénapetrencéket, mégis beállította Gongoli uram a kaszásokat, és az egyik kasza alatt csak ugyan megpendült, előcsillant a kis aranykarika. Mert másnap már ott fénylett a Veronka ujján. A gavallér Gongoli rétjéről fennmaradt azóta a csodálatos esemény emléke, hogy egy esztendőbe háromszor kaszáltak, amivel minden glogovai ember eldicsekszik, ha a határ mineműségét becsmérlik, netán az idegenek. Mit kellene még elmondanom? Bizonyára még nagyon sokat. Mindazt, ami a tollam elé torlódik. Van olyan is, ami örök titok, például a Gregorics Pál vagyonáról, máig sincs semmi nyom. Benne volt-e az elgondolt bankutalvány az öreg esernyőibe, vagy se, azt nem tudja senki. Még a kis Magykó se, aki pedig ivott belőle a három üszög révén. Olyan drága ital császárok se isznak, mint Magykó ivott, ha igaz a dolog. A legenda a glogovai Szentpéter esernyőjéről mai napig is él azon a környéken. Szolarik révén ugyan, aki szerette elbeszélni mindenfelé, hogyan ajándékozta meg az öreg münzsidó a kereszténységet egy szent erekével, kiszivárgott a mesztelen igazság is, de a hit az igazságnál is erősebb, s apránként letepelte azt egészen alulra. Én bizony nem ásom többé kijebb.
Az eddigiért is bocsánatot kérek, mert tagadhatatlanul van valami misztikus a dologba. A szent esernyő mérhetetlen áldást és szerencsét hozott mindenkire, még Gyurira is, aki a világ legbájosabb asszonykájához jutott általa. Az elbeszélt eseményeket követő harmadik vasárnapon már. Sohasem látott még olyan esküvőt Glogovon. Veronkának az a szeszélye támad, hogy Rabucsánék vacsoráján volt összes vendégeket meg kell hívni. Akik ott voltak az első megismerkedésnél, hadd legyenek ott a lakodalmon is. Besztercéről is sokan voltak, köztük a vőlegény édesanyja, fekete ternóruhában, a törvényszéki elnök, az alispán, és az Isten tudja még kik nem. Kopanyicáról is eljöttek Urszinyék, Leotáról a tisztaltó kisasszonyok, harmonikába szedett rózsaszín szoknyákban, bábaszékről Münzné, olyan aranyfülbevalókkal, mint az öklöm. Annyi bricska hintó volt egyszerre Glogován, hogy egy hétig lehetett volna gyönyörködni, csak a különböző lószerszámokban. Lecsernye után hamar kituszkolta az egyházi a parasztokat, de még a tisztelendő úr ugyan bent maradt, persze, mert a nász népet várta. Jézus Mária, mennyi úri nép, mennyi posztó azokon kettesével lépdeltek, egy asszony, egy férfi, egy kisasszony, egy legény. Erről a mennyasszony jött fehér koszorúval, fehér ruhában. Ó, de gyönyörű volt. De kár, hogy valamikor ő is megöregszik. De a vőlegény se alávvaló. Érdemes volt megnézni. Szakasztott olyan ruhába volt, amiben a királyt festik. Bársonytokos aranyos a kardja, csak úgy csörömpölt a templom kövein. Az embernek a lelke emelkedett, ameddig nézte. Aztán megálltak félkarében az oltár körül, az a sok asszony, mindenkinek egy virágbokrét a kezébe, és azon felül drága vizekkel meglocsolva hajuk. Olyan szagos volt tőlük a templom, mint egy patika. Egy kicsit hűs is volt. A tisztelt kisasszonyok, a nyavajások össze-össze borzongtak a tűlben, de egyébként minden szépen ment. A vőlegény bátran mondta el az igent, hogy szinte zúgott a nagy boltívek alatt, de a mennyasszony bizony halkan, csöndesen, mint amikor egy legyecske töng. Szegény úgy elérzékenyedett a végén, hogy sírni kezdett. Aztán a keszkenőjét kereste abban a felséges fehér ruhába, de hát van is abba zseb. Csak egyre nem találta a drága lelkem, utoljára oda nyújtotta neki a magáét egy asszonyság, aki a háta mögött állott, és minduntalan hátra szólott az urához: gombold be a kabátodat, Vladin! Vége.